Üdvözlök mindenkit a Bálványos és Szabad Egyetem 24. körén. Szani Ferenc vagyok, az Infotér Egyesületnek tagja. A mai kerekesztel beszélgetésünknek a témája infokommunikáció a társadalmi versenyképességért. Az Infotér Egyesület mindig is az infokommunikációs és a társadalmi versenyképességet prioritásként kezelte. Ez egy eléggé, hogy úgy mondjam, száraz témának hat első körben, de hogyha végig nyilvánvalóan sokkal izgalmasabb, ami ezután jön előadás, legalábbis névre, cyberháborúk, tehát én itt nem fogok ígérni semmiféle háború csatát, de azért egy kis forradalomról fogunk beszélni, ami lehet, hogy nagyobb hatással lesz, mint bármely cyberháború a mi mindennapi életünkre. Köszöntöm vendégeinket, Bakó Rozáliát, a Szapienta Egyetemről, Buda Andrást, a Debreceni Egyetem Pedagógiai Intézetéből, Ekler Gergelyt, a Commitment ZRT vezérigazgatóját, Kerékgyártó Sándort, az Edukáció Kft. Ügyvezetőjét, Sályi Lőrincet, a Magyarország konzulja, de ő most nem ebben a tisztségében van elsősorban itt, de erről majd beszélünk később, és Pitlik Lászlót, a Szent István Egyetem docensét. Szeretem először tisztázni a dolgokat, hogy miről is beszélünk, mert van egy hangzatos címünk, infokommunikáció társadalmi versenyképességért. Örülnék, hogyha először mindenki elmondaná a saját területéről, hogy mit jelent számára az infokommunikáció, és mit jelent az, hogy versenyképesség. Kezdjük a hölgyekkel. De maximálisan kisebbségben vagyok. Elmondhatom, hogy szapienciás oktatóként az infokommunikáció elsősorban egy kommunikációs csatornát jelent, egy új módszertant, és mindazt a lehetőséget, ami ehhez kapcsolódik, az újfajta pedagógia, az újfajta interakciók lehetőségét, és ami ezelőtt, eközben vagy ezután van, ez lehet a versenyképesség, vagyis tudunk-e versenyképes tudást nyújtani a hallgatóinknak az infokommunikációs eszközök révén, fel tudjuk-e készíteni őket a munkaerőpiac kihívásaira. Erről majd később remélem lesz alkalmam szólni, nem csak alkalmazottként, ahogy legtöbbször gondolkodunk, és ahogy legtöbbször a közgondolkodás fogalmaz, amikor a munkaerőpiacról beszél, alkalmazotti státuszról, hanem vállalkozói státuszról is szó van. Felkészítjük-e a fiatalokat arra, hogy életképes entrepreneur, vállalkozói tudást szerezzenek az infokommunikációs eszközök révén. Tehát kiemelten pedagógiai a megközelítésem, nem annyira technológiai. A Debrecen Egyetemen elsősorban a tanárképzésben veszek részt, éppen ezért az infokommunikáció alatt most én azt értem az összes olyan eszközt, összes olyan eljárást, amit az oktatásban fel lehet használni valamilyen szempontból, és ez aztán egy elég tág fogalom. Hát a versenyképességet, hogyha most én kifejtem, és minden oldalról megvilágítom, akkor valószínűleg legalább a felét ennek a beszélgetésnek elviszi, hiszen akár a versenyképességről beszélhetünk úgy, hogy a tanárok és a tanulók vonatkozásába, egyes intézmények vonatkozásába, mennyire ellátottak eszközökkel, és hát melyik az a versenyképes tanár? Az, aki használja az eszközöket, még hogyha kevesebb is van számára elérhető helyzetben, vagy pedig az a tanár, aki nem használja pedig, vagy csak mértékkel használja pedig, nagyon sok minden ott van. Úgyhogy erről azt hiszem elég sokat beszélgethetnénk, de most röviden ennyi. Köszönöm, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, elnézést a késésért, csak nekünk is van egy sátrunk, és fogadnom kellett a vendégeket, szintén 3-kor kezdtünk. Számomra a kérdésre adott válasz az viszonylag egyszerű abból a pozícióból, ahol én most itt ülök, hatékonyabb és jó minőségű közoktatást és szakképzést jelent. Én is köszöntök mindenkit. Azzal kezdeném, hogy
3 éve, mióta én az edukációban dolgozom, a július utolsó hetekét ok miatt nevezetes, az első tusványos, második pedig a felsőoktatási felvételének a vonalhúzása, ami szintén erre a hétre esett. És akkor már is elavultam, hogy az edukáció az oktatás területén a felsőoktatási, közoktatási felvételi bonyolításával a közoktatás, felsőoktatás információs rendszerének az üzemeltetésével, ami ugye tartalmazza az összes oktatásban résztvevő, szereplő intézmények, tanárok, pedagógusok, hallgatók, gyerekek adatait. És ezen kívül számos olyan uniós fejlesztési projektben veszünk részt, amely infokommunikációs technológiák elterjesztésére, ezekkel kapcsolatos kutatásokra, fejlesztésekre vonatkozik, közoktatásban, felsőoktatásban, egyaránt pedagógus képzésben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a cégben megtalálható mind a kettő, az infokommunikációs technológiáknak az ügye, és hát ezen fejlesztések révén a versenyképességnek az elősegítése is. Én is szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Hivatalos minőségemben Kolozsváron vagyok konzul, azonban azért ülök itt, mert 2010 és 2013 között a magyar oktatás ügyben foglalkoztam közoktatási informatikával, zárójel bezárva. Azt gondolom, előttem szólókat meg nem sértve, hogy az egész infokommunikáció témakört három részt kell megnéznünk. Egyrészt ez az ifjabb generációnak ugye teljesen az élete része. Ez világos, mindenki számára így kommunikálnak, így használják, teljesen más kommunikációs csatornákat használnak, akár már, mint én, pedig még nem vagyok Matuzsál, amikor bal magam 30 évvel. A második kérdés, hogy lehet-e, és hogy hogyan kell oktatni, és oktatási felületként, oktatási know-howként használni az infokommunikációt, mert közoktatásban látjuk, hogy ugye a gyerekek mindent tudnak, a 3 éves gyerek, ugye legendák vannak erről, hogy a szülők iPad-jét be tudja kapcsolni, de mint oktatási eszköz, tehát mint oktatási segítség, ez hogyan terjeszthető el minél jobban, hogyan vehetők rá arra, hogy ezt használják. A harmadik pedig nyilvánvalóan egy tartalmi és szabályozási rendszer, amit valahogy meg kell szabni, ezzel próbálkoztunk az oktatásban, lehet ezt megszabni, érdemes-e túlszabályozni, mert ugye ez egy olyan terület, ami állandóan fejlődik. Tehát ilyen nappal mozgásban van, lehet-e a szabályozásával foglalkozni, illetve mennyire kell foglalkozni. Szerintem ezeket a témaköröket érdemes körbejárni, és a versenyképesség kapcsán, amit én beszerettem volna dobni, ezt pedig mint külügyes sapkámban mondom, hogy a határon túlélő magyarok kapcsán, főleg a szorványban, az infokommunikációnak óriási szerepe lesz a következő években, mert itt tudunk magyar oktatási anyagot eljutatni hozzájuk a legkönnyebben. Ugye ennek két feltétele van, nyilvánvalóan az egyik az eszköz, a másik, hogy ki kell találni, hogy hogyan tudjuk összeegyeztetni a román nemzeti alaptantervben foglaltakat a magyar nemzeti alaptantervben foglaltakkal. Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Kicsit ilyen koncertes feeling van, hogy ketten vokálozunk ide egy mikrofonba. Én Robot Ovó bácsi vagyok, hogyha köznyelvileg akarom megfogalmazni, hogy mit csinálok, azaz mesterséges intelligencia kutató. Megpróbálom megtanítani a számítógépnek azt, hogy miért jó, hogy létezik. A másik oldalon gazdasági informatika oktatással foglalkozom, ami ugyanezt, csak ott a hallgatókat tanítjuk meg arra, hogy miért jó, hogy van számítógép, tehát mikor hasznos, nem az, hogy mire lehet, az egy másik kategória. És hát a kérdésre a válasz innentől roppant egyszerű. Az infokommunikáció és a versenyképesség ez 3 definíciót igényel, nagyon durva definíciót. Az egyik definíció az információ, ugye, az nem más, mint valami olyan, ami hiányzik adott pillanatban ahhoz, hogy jobban csináljuk, mintha nem úgy lenne. Kommunikáció egyszerű, legyen ott az, ami hiányzik, és hát marad a versenyképesség, amiben benne volt az első részben már, hogy jobban akarjuk csinálni, tehát hogyan lehet valamilyen fokozatot felállítani a cselekvésünk sikerességét tekintve. Ha ezt a 3-at összeöntjük, akkor tulajdonképpen roppant egyszerű a helyzet, a meglévő erőforrásokból, ami nem más, mint adatvagyom, technológia és az ott lévő ember, azt az optimális variációt, kombinációt kell kihozni, vagy azoknak valamelyikét, amelyen jobb helyzetbe kerülünk, mint előtte. Hát ez lenne az, ami lehetséges, és ha lehetséges, akkor érdemes róla beszélni. Köszönöm.
Igen, köszönöm szépen. Nyilvánvalóvá vált itt szerintem mindenkinek, hogy mindannyian valamilyen szinten kötődünk az oktatáshoz, valamelyik szegmenséhez. Mindenki kiemelte az oktatást. Lőrinc még azt is mondta, hogy IKT-nak óriási szerepe lesz az oktatásban. Jó, egy kicsit menjünk még távolabb, hogy óriási szerep. Milyen víziót látunk? A stratégiát, víziót, és most nemzeti szinten kérdezem, tehát országhatáron belül és kívül, az IKT-val kapcsolatban, ami megvalósítható, és nem a távoli jövőben, hanem közép-rövid távon. Ez így egy nagyon tág kérdés, azt gondolom. Tehát nyilvánvalóan szét kell bontani eleve, hogyha már oktatásnál vagyunk, közés-felsőoktatási szintre, mert teljesen más területekről beszélünk. Ugye a felsőoktatásban szerintem az tényleg egy másik kérdés az egész infokommunikáció. Most a közoktatásra koncentrálnék, hiszen mint Magyarországon, mint határainkon túllévő országokban ugye például az kötelező, tehát közoktatásba kell járni, felsőoktatásban nem. Az a kérdés szerintem, és ezen érdemes gondolkozni, hogy hol és mivel lehet kiváltani a hagyományos formákat, vagy hol és mivel lehet segíteni, milyen területeken lehet segíteni a digitális tananyagokkal, digitális eszközökkel. Tehát bizonyos területeken nem fogja kiváltani. Csináltak Egerben az EGRI főiskolán, a gyakorló iskolájukban csináltak egy tesztet, hogy a papír alapú könyvek helyett e-bookokra töltötték fel a kötelező olvasmányokat, és azt osztották ki az egyik gyakorló gimnáziumban az egyik osztálynak. És arra voltak kíváncsiak, hogy a gyerkőcök többet olvasnak-e attól, hogy ugye nem kell a táskájukba cipelni 800 tonna könyvet, hanem egy darab e-bookon rajta volt az összes kötelező olvasmány, és hát bizony azért, hogy nem. Tehát nem olvasnak többet attól, hogy az eszközt a kezükbe adjuk. Tehát, hogy szerintem ez az első, amit most itt rövid távon meg kéne ragadni, hogy az eszköz, de erről a Gergő sokkal többet tud majd mondani a táblák kapcsán szerintem, hogy az eszközt hogyan kötjük össze mind a tananyaggal, és az, hogy hogyan használják. Tehát, hogy azt is meg kell tenni, tehát nem elég, hogy az eszközt odadobjuk. Ugye ezért nem volt sikeres az előző kormány alatt, 2010 előtt, az egész digitális oktatási stratégiájuk, mert odaállították az eszközt, és nem adtak mellé know-how-t, nem adtak mellé tanár továbbképzést, a gyerekeknek nem adtak megfelelő irányt arra, hogy hogyan használják. Tehát nyilvánvalóan a pedagógus társadalom az, akit fel kell készíteni az eszköz használatra és az eszköznek a kezelésére. Ugyanígy azt gondolom, hogy a digitális tananyagot sokkal jobban és sokkal mélyebben be kell vinni az oktatási rendszerbe. Ez nyilván főleg a természettudományos tárgyaknál fog érni valamit, tehát biológia, fizika, ami eleve a gyerkőcök egy részének ugye sokkal nehezebben kezelhető, mert olyan gondolati struktúrával kell bírni, hogy az ember elképzelje, hogy az atomok hogyan mozognak, amivel például szerint személyem sem rendelkezett soha, ezért állandó problémákkal küzdöttem. Visszatérve ez nagyon sokat segíthet, és a kedvenc témám a határon túli oktatás, ott pedig én ezt látom kifejezetten a szorványban, más megoldást nem látok, mint a digitális magyar nyelvű tananyagoknak a szórását. Ugye itt az lesz nagyon nehéz, hogy a romániai, szlovákiai, vajdasági magyar pedagógus, magyar nyelvű pedagógus réteget erre valahogy fel kell készíteni, hogy ezt hogyan használják. Igen, itt most két ember is megszólítva volt. Akkor Gergő, az eszköz és az ember kapcsolata. Hát az eszköz és ember kapcsolatáról nem tudok beszélni. Átfogóan egy olyan eszköztípus van, aminek az emberre gyakorolt hatásáról, vagy az ember által történő használatáról viszonylag sokat tudok, ez az interaktív tábla. Interaktív táblát adni egy intézménybe a pedagógusok felkészítése nélkül szerintem bűn. Tehát alapvetően képzés nélkül eszközt adni egy pedagógus kezébe teljesen értelmetlen. Egy 3 éves gyerek az magától megtanulja, egy 45 éves, 50 éves, de akár egy 30 éves túlélésért küzdő pedagógus pedig szerintem, ha nem kapja meg, ha nem nincs benne valami mérőfakadó IKT iránti vonzalom, és egyébként nem kap hozzá pedagógiai támogatást, akkor pedig ott fog állni egy eszközzel, és azt fogja kérdezni a kormányzattól, hogy miért nem újítottad fel az iskolámat, vagy miért nem nyirázáró cserétél, és miért interaktív táblát adtál. De hogyha úgy kap egy intézmény interaktív táblát, hogy mellé kap egy pedagógiai támogatást,
akkor, és erre létező külföldi példák, illetve felmérések vannak, akkor egy ilyen rövid koszinuszos szakasz után egy élénk emelkedés fog mutatkozni a tanulói teljesítményben. Tehát addig a pontig, amíg a pedagógus nem veszi készségszerűen birtokba adott eszközt, és nem megy neki gyakorlatilag motorikusan már annak a használata, addig küzd a munkájában azzal, hogy ugyanazt a tartalmat, vagy még többet, vagy ugyanazt a tudást, vagy még többet átadja a tanulóknak. De onnantól kezdve, hogy már nem kell lenéznie, hogy hármasba vagy kettesbe tette a sebváltót, hanem tudja úgy, hogy közben az utat nézi előre, onnantól kezdve egy élénk emelkedés fog mutatni adott tanulói csoportban a tanulóknak a teljesítménye. Ez számomra egy saját empirikus tapasztalat is, illetve erre léteznek igen komoly kutatások, amiket fontos, hogy nem az interaktív táblagyártók finanszíroztak, hanem ezek, mondjuk a European School-nek a kutatásai. Én ehhez tudok érdemben hozzászólni. András közben majdnem kitépte onnan a telefon, tehát inkább úgy gondolom, hogy folytassa. Kitépni azért nem, ez a szél volt. Én egyrészt vitatkoznék akár Lőrinccel, akár Gergelyel, például abban, hogy nem biztos, hogy mindenre kell használni az IKT eszközöket. Annak ellenére mondom ezt, hogy nyilván én is például ezt tanítom, ugye, ahogy mondtam, tanárképzésben veszek részt. Gergely mondta, hogy az atomok mozgását kellett, hogy szemléltessék neki, és ugye a természettudományokban milyen sok hatása lehet ezeknek az eszközöknek, hogy bocsánat, ez Lőrinc volt. Ez valóban egyrészt így van, másrészt pedig kérdés az, hogy el fogják-e hinni a diákok, hogy ezek valódi történések. Vagy pedig úgy veszik, hogy ez egy animáció és egy mese. Úgyhogy nagyon nem könnyű meghatározni azt, hogy hol húzzuk meg a határt. Az eszközökre szükség van. Hogyha nincs ott a tablet, nincs ott az interaktív tábla, akkor biztos, hogy nem fogják használni. Nagyon sok intézményben nem is használják egyébként, hiába van még most is ott ez az eszköz. De kell a felkészítés és kell a tartalom. Kicsit kényelmesek a tanárok, különösen az idősebb korosztályok, akik nem ezekkel az eszközökkel tanulták a tanítást. Számukra az lenne jó, hogyha rendelkezésre állnának olyan eszközök, olyan tartalmak, amelyeket benyomja és akkor megmutatja, és nem kell neki elkészíteni. Úgyhogy ilyen szempontból viszont abszolút egyetértek Lőrinccel, hogy a tanároknak a felkészítésére szükség van, mi ezen dolgozunk. Úgy látszik, hogy mindenki egymás kezéből akarja kikapni a mikrofont. A Rozáliának átadnám a szót. Közben azt is kérdezném, hogy ezzel versenyképességet hogyan fogunk növelni ezekkel az eszközökkel? Azt gondolom, hogy többféleképpen beszélhetünk eszközökről, hogyha a hagyományos poroszos pedagógiai modellben beültetni. Azt gondolom, hogy ez egyfajta beültetése, mesterséges beültetése az újfajta eszközöknek. Abban nem igazán látok sem fantáziát, sem egy fejlődési lehetőséget, sem pedig versenyképességet igazából. Az új generációnak az eszköz az nem csak egy tárgy, hanem az életvilágának szerves része. Hozzátartozik az eszközével, alszik, az ébreszti, azon vannak az adatai. Tehát úgy gondolkodni az eszközről, mintha az csak egy tárgy lenne, és nem egy kulturális ikon, vagy egy olyan dolog, ami meghatározza egy generációnak akár az identitás képzését is, kevésbé célszerű, tehát azt gondolom, hogy generációnként eltér az, hogy hogyan érzékeljük, hogyan használjuk a tárgyakat és az eszközöket, és azzal, hogy megtanulunk mondjuk jól használni eszközöket, infokommunikációs eszközöket, még nem jelenti azt, hogy azt pedagógusként is jól fogjuk tudni használni, mert ez egy egészen másfajta, újfajta megközelítést igényel, egy újfajta osztálytermet, akár kiterjesztett virtuális osztályteremről beszélhetünk, amely nem ér véget az iskolafalakkal vagy az osztályfalaival, hanem azon túlmutat. Itt igazából közösségekről beszélünk, virtuális közösségekről, és az eszközök azok,
azok számunkra, pedagógusok számára tárgyak, platformok, mondjuk, hogy ugródeszkák, lehetőségek, kapcsolatteremtési egyfajta mankók, hidak a diákjaink fele, de nem gondolom azt, hogy az életben meg fogok tudni jobban használni egy kütyüt, mint a 10 éves vagy a 20 éves diákom, és szerintem nem is ez a cél, hanem az, hogy együtt valami jobbat, valami izgalmasabbat teremthessünk, a kreativitást bevihessük az oktatási folyamatba, az interaktivitást bevihessük az oktatási folyamatba. Ez elképzelhetetlen a hagyományos osztálymodellben, vagy pedagógiai modellben. Teljesen másként kell gondolkodni az oktatásról, a tanításról, magáról, ahhoz, hogy ezek az eszközök tényleg célt érjenek, és ne puszta eszközök maradjanak. Igen, én is amellett szeretnék érvelni, hogy az infokommunikáció jelentős szerepet játszik a társadalmi versenyképesség ügyében. Ennek érdekében, engedjék meg, találtam egy definíciót, illetve ennek a társadalmi versenyképességnek átfogalmazását, hogy mit is jelent ez, hogyha úgy fogjuk föl, hogy ehelyett azt mondjuk, hogy a 21. századi készségekre gondolunk. Tehát ugye az a kérdés, hogy a munkavállalók mennyire lesznek azon készségek birtokában, amelyeket őtőlük a munkáltatóik elvárnak. Milyen készségekről van szó? Nyilván a legelső, az alapvető az, hogy tudja ezeket az informatikai, infokommunikációs eszközöket, technológiákat használni. És valóban egyetértek az előttem szólóval, itt nem az eszköz használata a lényeg, hanem az, hogy végül is mire használom ezt az eszközt. Tehát tulajdonképpen csak egy darab vas, vagy szilícium, vagy műanyag. És ami a lényeg az, hogy mi az a tudás, amit megtestesít, illetve hogy mire tudom használni. Az edukáció szempontjából nagyon lényeges a következő, az élethosszígtartó tanulás, mint egy szükséges készség a versenyképesség érdekében. Ezt hát nagyon sok kutatással, fejlesztéssel próbáljuk elősegíteni, például a pedagógus továbbképzésben hát olyan távoktatás és tantermi oktatás keverékét próbáljuk hát kifejleszteni, használni, amellyel a pedagógusok széles tömegeit tudnak időről időre új ismereteket szerezni. A kommunikáció és az együttműködés a következő ilyen készség, amit említenék, ez is megvalósíthatatlan manapság infokommunikációs technológiák révén, tehát ugye az interneten keresztül kommunikálunk együtt, és működünk együtt olyan kollégákkal, hasonló érdeklődésűekkel, akik bennünket segíthetnek. Erre is mondok egy példát az edukációnál, a Sulinet portál most már másfél-két éve rendelkezik olyan Web2-es felülettel, ahol hát közös érdeklődési tanárok, diákok, vagy bármilyen oktatásban szereplők tudnak csoportokat létesíteni, tudnak oktatási anyagokat létrehozni, megosztani egymással, beszélgetni, csetelni, és hát egyfajta közös alkotó munkát kifejteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az infokommunikáció mindenféle szempontból ezeknek a készségeknek a kialakításához szükséges. Ebben most menjünk le egy kicsit a konkrétumok szintjére, hiszen a Szent István Egyetemen Laciék már, legalábbis Laci gyakorlatban is használja ezeket az eszközöket, sőt fejleszt hozzá. Segít, vagy nem a versenyképességében a diáknak, hogy kimegy a munkaerőpiacra, jobb lesz neki? A kérdés természetesen igennel és nemmel nem megválaszolható. Két szót kell bevezetni nagyon gyorsan ehhez. Az egyik, hogy eddig eszközökről beszéltünk alapvetően, azért a célokat, bár többször elhangzott a célszó is, azt az eszköz elé kell tenni. Tehát kalapáccsal is el lehet érni sok mindent, el lehet érni elektromos, bármilyen esztergapaddal, tehát sok minden, vagy elektronikusan vezérelhető egyéb eszközökkel. Tehát
a cél szentesíti az eszközt, most más értelemben kiforgatva a klasszikus mondást, amíg tehát a céljaink nem világosak, addig az eszközeink azok virtuóz lehetőségek. Milyen célok lehetnek, amiket jól meg kellene tudni érteni? Az egyik ilyen klasszikus mondás ugye a fenntarthatósághoz kötődik. Az belekapcsolódik az életen át tartó tanulásba, egyáltalán az adaptív megközelítésébe a világnak, és akkor egy példa, hogy értsük, hogy mi a konfliktus, illetve mi az igen-nem közötti válasz a hallgatók és az eszköz használat viszonyában. Kiváló hallgató, 60 fő közül a legjobb, az eszköz használati kompetenciái megkérdőjelezhetetlenek, fölveszik egy munkahelyre, és mégis kirúgják egy hónap múlva. Miért? Mert nem értette meg a vállalat célját. Távmunkába vették föl, az elsődleges üzenet, amit neki az eszköz használaton keresztül bizonyítani, biztosítani kellett volna, hogy rá szükség van. És a kamara sátrából hozom át ezt az üzenetet, aki ott is ült esetleg néhány órával ezelőtt, az hallhatta, hogy ha mérni tudjuk, hogy mikor, mekkora többletértéket tettünk hozzá egy adott cég szempontjából mindennapjainkkal ahhoz, hogy a cég létezik, és én ott vagyok, akkor jó helyen vagyok. Ha ezt nem tudom mérhetővé tenni, és én magam nem tudom átérezni, akkor lehet, hogy jó helyen vagyok, akkor még nem tudjuk, de gyanúsan veszélyes a helyzet. Tehát röviden és velősen a hallgató, most már akkor munkavállaló, nem tudta bizonyítani, hogy mit fog csinálni távmunkában holnap, holnap után, a rákövetkező héten, nem vált tervezhető legó elemmé. Innentől kezdve az eszköz használati kompetenciája formálisan a munkaerőpiacon fabatkát sem ért. Hiába tudott konkrét kérdésre rabszolgaként konkrét és gyors választ adni, nem volt aktív kötődéssel is bíró eleme a rendszernek. Tehát röviden és velősen a válasz nagyon helyzetfüggő. A célt, a célokat kell megtalálni, és a fenntarthatóság egy olyan cél, ami viszont visszatérve a robotok pátyolgatásához, önvezérlő módon is keletkezik, de ezzel további vitához szeretnék inkább csak egy jelzőzászlót fellőni. Köszönöm. Ha jól tudjuk használni az infokommunikációt, az ugye az élet minden területére óriási hatással lehetne. Most magyar viszonylatot mondok, de mondjuk ez ugyanígy igaz Romániára is, vagy Szlovákiára is. Ha a közoktatásban és a felsőoktatásban ezeket a kompetenciákat meg tudjuk tanítani, ez az egyik oldal. A másik oldal, hogy bizony a munkaerőpiacon, illetve a munkáltatók között ugye erre nyitottnak kell lenni, akkor ez például az agrárium, meg a magyar vidék szempontjából egy óriási kitörési lehetőség lenne. Tehát, hogy az urbanizációt, azt, hogy a magyar vidék teljesen elnéptelenik, ugye elnéptelenedik, mert nincs munka, ugye a magyar mezőgazdaság kvázi áll, ezt újra be lehetne indítani ezzel. De ez minden, az élet minden területére igaz. Van olyan kolozsvári barátom, aki az Egyesült Államokból kapja a megrendeléseit, életben nem járt ott, de egy nagyon sikeres ember, folyamatosan kapja a megrendeléseit, úgyhogy soha nem találkozik a munkaadójával, és így dolgozik, és ugye PayPal-el utalnak, kész, meg van a munka, meg lehet csinálni. Tehát, hogy ez bizonyos szempontból a piacnak egy kitágítása, és egy olyan középméretű ország esetében, mint Magyarország, nyilvánvalóan iszonyú nagy lehetőségeket rejt, hiszen iparban soha nem fogunk tudni versenyezni a németekkel, de ez egy olyan terület, hogyha jól tudjuk használni, és ezt a közoktatásban, meg a felsőoktatásban jól le tudjuk verni ezeket a cölöpöket, akkor ezzel óriási tér nyílik, ez nyilvánvaló. Volt itt Andrásnak egy mondata, én nem mondtam azt, hogy mindenhol kell használni az infokommunikációt, tehát például én magyar irodalom és nyelvtanban kifejezetten ellene vagyok, mert ott nagyon vaskalpos vagyok és konzervatív, tehát hogy olvassanak szépen papír alapot. Visszatérve, az inkább szerintem az aggasztó, Magyarországon tudok számokat, 350 ezer eszköz van körülbelül a magyar közoktatásban pillanatnyilag, ugye jár olyan 1 100 000 - 1 200 000 gyerek ma a magyar közoktatásban, van 350 ezer eszköz, tehát viszonylag jó a mutató. Pontos Anyiék a minisztérium kérésére tavaly csináltak erről egy nagy felmérést, hogy hány évesek, hogyan. Tehát például Magyarországon nem állunk rosszul eszközökben. Gergő talán tudja pontosan a tábla, vagy ő pontosabban tudja a táblaszámot, de úgy tudom, hogy elég jól állunk. Ennek ellenére a kompetenciamérésekben, illetve a különböző teszteken nem mutatkozik még egyelőre ennek a hatása. Tehát, hogy a Sanyék az edukációban tényleg rengeteg mindent csinálnak. Tehát, hogy a magyar közoktatási szint le van fedve infokommunikációs szempontból. És ennek ellenére 3 évig ezen dolgoztunk együtt, valamiért továbbra se tud elindulni ez rendesen. Tehát nem látványos, ahogy ezeket az eszközöket használják. Nem látványos a szintugrás.
Tehát, hogy nem kell, én csak azt mondom, az informatikát azért aranytojás tojótyúkként kezelni, eszközként kell kezelni, ez egy újfajta kommunikációs eszköz. Bocsánat, rengeteget dumálok. Hogy vegyem el most a Gergőnek a kenyerét egy kicsit. Az interaktív táblával kapcsolatban két megjegyzés. Az első, amit a commitmentes sátorban hallottam tegnap, egy interaktív tábla bemutatón, hogy nevezetesen, és ez a mi statisztikáinkból is persze kijön, hogy ugye a nemzetközi kutatások azt mutatják, hogy az interaktív tábláknak, mondjuk a közoktatásban nézzük, használatának van egy korlátja. Tehát nem érdemes minden tanteremet felszerelni interaktív táblával, nagyjából a fele háromnegyede környékén megáll az a folyamat, hogy tovább hasznosulna már a következő interaktív tábla. Ezzel szemben Magyarországon az a helyzet, hogy vannak olyan iskolák, ahol mindegyik tanteremben van interaktív tábla, és nagyon sok iskolában pedig egyáltalán nincsen. Tehát pont ez a közép réteg hiányzik, aminek nyilván az az oka, hogy a pedagógusok nem érdekeltek ebben a dologban, legalábbis eddig így viszonyultak hozzá. Van egy szűk, innovatív pedagógus réteg, aki viszont nagyon érdeklődik, és ő elérte az elmúlt években azt, hogy tulajdonképpen az összes ilyen-olyan interaktív táblás programban bekerült az iskolájuk, és aztán hát most már a szertárban is van interaktív tábla, viszont a hasznosulása sajnos nem megfelelő. András is itt szót kért. Lőrincsel elkezdtünk vitatkozni. Úgy gondolom, hogy magyarból is kell és lehet használni. Például nem véletlenül alakult ki a digitális bölcsészet szak, mint képzés, tehát nagyon sok mindenre is nagyon jól lehet, de való igaz, hogy a társadalmi elvárások alapvetően tulajdonképpen azt kell mondani, hogy ellentétesek. Biztos, hogy többen hallották már, hogy Amerikában bizonyos államokban már nem tanítják a kézírást. Ugyanakkor én legalábbis számomra egy új hír, hogy feltalálták már azt a tollat, ami angolul és németül tud, de a kézírás közben rezgéssel jelzi azt, hogyha valaki hibázott. Tehát, hogy most egyik irányba is elmegyünk, meg a másik irányba is elmegyünk. Ez már régen így van. Az első példa, ilyen szempontból legalábbis Magyarországon kiírják a boltokba az egységárát a termékeknek. Úgyhogy mindig azt mondjuk, hogy kell legalább a józan parasztész, és kell tudni gondolkozni, és most már azt is elvettük azt a lehetőséget, hogy egy kicsit gondolkozzon valaki, hogy most ha 30 dek annyibe kerül, a másik pedig 94 dek, akkor az mennyibe kerül, hogy melyiket érdemes megvenni, most csak megnézi az árakat, az egységárakat is kész. Úgyhogy egymásnak ellentmondó dolgokat produkálunk mi magunk, úgyhogy én például is ilyen szempontból egy régebbi kérdésre visszautalva nem annyira látom, hogy a stratégiát melyik irányba is visszük el. Ha az interaktív távol egyébként ott van minden teremben, akkor tudják használni a tanárok. Mert hogy valóban vannak olyan tanárok, akik nagyon szeretnék, innovatívak, számukra gondot jelent, hogyha egy olyan teremben kell bemenni, ahol nincs interaktív tábla. Van olyan kollégám, vagy volt tanítványom, aki azt mondja, hogy ő már tulajdonképpen interaktív tábla nélkül nem tud tanítani. Ez a másik véglet, hiszen ha például egy technikai probléma felmerül, elmegy az áram, és egyébként azt hiszem, hogy nálunk egy idő múlva nagyon súlyos gond lesz, hogy a projektoroknak az izzócseréjét például nem tudják majd megoldani az intézmények, akkor ott állnak majd megfelelődve, és nem tudnak esetleg mit kezdeni a tanítással. Az interaktív táblával folytatnám. Valóban interaktív az a tábla? Vagy csak egy újfajta tábla, ahol ugyanazok a tartalmak jelennek meg, de mondjuk úgy, hogy egy másik médiumban. Visszatérek a korábban megfogalmazott gondolatomhoz, hogy egy újfajta pedagógiára van szükség ahhoz, hogy az újfajta eszközök működőképesek legyenek. Vagyis nem elég az, hogy tartalmakat szolgáltatok, hanem valamilyen módon be is kell vonni a hallgatókat az oktatási folyamatban, vagyis ténylegesen interaktív kell, hogy legyen az oktatás ahhoz, hogy működőképes legyen, kreatív kell, hogy legyen, tehessen valamit, valami nagyon konkrétat alkothasson a kütyűjével, nézhesse meg a honlapokat, hasonlíthasson össze dolgokat, legalábbis a
a tapasztalatom szerint ezek azok az órák, amikor mindenki minden idegszálával ott van, és nem Facebookozik a pad alatt a telefonján, hanem az eszköz szervesen beletartozik abba a folyamatba és abba a feladatsorba, ami éppen terítéken van. Mondjuk így könnyű, mondjuk online kommunikációt tanítok, és könnyű a kütyüt felhasználni arra, hogy az online kommunikáció különböző csatornáit, platformjait elemezzük. Más tantárgy esetében nyilván nehezebb, de mindenképpen be kell vonni a hallgatókat ahhoz, hogy ez működőképes legyen. Különben a pad alatt fognak mobilozni és facebookozni. Felpörögtek az események. András egy mondatot kért, Pitlik Laci és Gergely, jó? Én csak egy mondat, hogy azért is szükség van az új pedagógiára, nem csak az eszköz miatt, hanem azért, mert egyre nagyobb mértékben a tanulás az iskolán kívül történik. A tanítás még az iskolában, de a tanulás már nem. Gyors példát az előbb elhangzott két kulcsszóhoz, ha már azt kaptuk előzetes instrukcióként, hogy legyünk konkrétak és példaértékűek. Az egyik szó az volt, ugye, hogy ár teljesítmény. Az egyik szó az volt, hogy ár, ugye meglátjuk az egységárat, a másik az összehasonlítás. Ebből következik egy egyszerű világkép, bár nem biztos, hogy mindenkinek szimpatikus. Képzeljük a következő kereskedelmi e-commerce jövőt. Az egységár már kint van. Leolvassuk a QR kódon keresztül a beltartalmat, hogy azt ne kelljen ugye vizualizálni jobban, mint ezen az egy kódon keresztül. Majd az általunk szóba jöhető sajtók, papír, zsebkendők, vagy bármi egymással összehasonlítható termékkörben azt mondjuk, hogy ezt a 10 terméket megvenném elvileg, akár még az egységára is tímelhet, de vajon melyiknek legjobb az ár-teljesítmény viszonya? Ebben a pillanatban az infokommunikáció az első gazdasági hasznát elkezdi termelni. Az irracionálisan drága termékek, illetve a veszélyesen olcsó termékek, ezek a pseudotermékek, amiket ugye az árverseny kikényszerít, nagyon gyorsan a helyükre kerülnek. Nem vesszük meg? Ez föltisztítja a kereskedelmi piacot, föltisztítja a marketing kommunikációt, ezt most nem ragoznám, hogy milyen mértékben változtatja meg, az eszköz kell hozzá, a módszertanok adottak, a szemléletformálás megindult, működik. Az árgép.hu, most nem reklámot akarok csinálni, de mondjuk egyet, vagy az olcsóbbat.hu, vagy kettőt mondjak, már az összehasonlítás alapadatait termeli, csak most ehhez internet kell, és még fárasztó kézi munka. Ezt egy kicsit még logisztikailag helyre tesszük az adatáramlást, és utána megvan egy új világkép, ahol komoly milliárdok sorsa dől el azon, hogy az összehasonlító algoritmusok mire jutottak. És megvan az adat, megvan az eszköz, megvan a cél, megvan a haszon, és ilyenből ezrével lehet példákat sorolni, csak a mai nap az néhányra enged majd időt. Köszönöm, én két rövid hozzászólásom lenne az elhangzottakhoz. Egyik, hogy tanszékvezető asszonnyal messze egyetértek abban, hogy az eszköz pedagógia nélkül nem ér semmit, tehát hogy kell az új pedagógia. Egy apró példa, a táblákhoz általában lehet vásárolni szavazórendszereket, csúnyán kifejezve. Kicsit szebben pedig úgy hívják ezeket, hogy tanulói válaszadó rendszerek, amik alkalmasak arra, hogyha a pedagógus egy kérdést feltesz, akkor ne csak egy gyereket válasszon ki a jelentkezők közül, hanem mindannyian tudjanak neki választ adni. Ő egy gombnyomással az eredményeket kiteszi a táblára, és mondjuk nem azzal szembesíti, akit éppen felszólított, és aki éppen rosszul válaszolt, hogy nem, kisfiam, te nem jól tudtad ezt, hanem azt tudja elmondani, hogy na jó, 27-en megértettétek, 5-en nem, akkor elmondom még egyszer. És csinál egy ellenőrzést, hogy aztán a újbóli magyarázat után magát is ellenőriz, vagy valahogy jól tanít-e, jól magyaráz-e, mindannyian megértették adott kérdést, illetve azt a tartalmat, amire adott kérdés vonatkozik. A másik pedig, hogy volt egy ilyen, most az új kérdésed az volt, hogy valóban a versenyképességhez hozzájárul az IKT. Van a családban gazdálkodó, és vett egy új kombányt, ami gyakorlatilag annyiban tér el az előzőtől, hogy botkormánnyal kell irányítani, van egy hatalmas kijelzője, és be tudja állítani, hogyha a GPS jeladó pontokat telepít, hogy közben ő telefonálhat, intézheti a laptopján a kontírozását, vagy akármicsodát, rendelheti az új vetőmagot, és egyébként a kombány pedig megy magától, és arat. Kimutatja neki, hogy milyen terméshozammal, melyik adott területen hol kell jobban trágyázni a következő időszakban. Tehát ilyen szempontból is azt mondom, hogy hozzájárul a versenyképességhez. Jó, köszönöm. Az azért
Bocsánat, Lőrinc. Csak egy mondat, egyrésztről egy kis színes, amikor Gergő kimondta azt, hogy combine, akkor körbenéztem, és minden férfi szemében azért egy villanást láttam, hogy mégiscsak egy rendes munka. Másrésztről meg egy dolgot akartam én mondani a versenyképesség kapcsán. A felsőoktatásra nem tértem ki, csak az előző gondolatomat megerősítvén, hogy mind nemzet stratégiai, mind iparági szempontból azt gondolom, hogy ez a magyaroknak egy kiugrási lehetőség. Ezért nagyon kardinális, amiről mi beszélgetünk. Mert ezek pici dolgok, vagy ugye részletekről beszélgetünk, esztergálás, hogy most lesz-e ízó, nem lesz ízó, hogy van a tábla felhasználása. De hogyha egy kicsit a nagyobb képet nézzük, akkor ugye ennek az országnak a kitörési lehetősége az ez lesz. És ennek a tizen, most már kb. 2-3 millió embernek, aki itt él a Kárpát-medencében magyarként, ugye ez egy, az infokommunikáció teljesen új távlatokat nyit meg. Hát amíg a nagyapám ugye a kiváló Sputnik rádión 1983-ban a konyhában hallgatta a Szabad Európát, és ugye az erdélyi rokonokkal 5 évente egyszer tudtak találkozni. Most ugye a kolozsvári barátaim fölugranak az Indexre, azzal kezdik a napot, vagy bármelyik magyar online portálra. Tehát, hogy mind a kapcsolattartás, mind a kommunikáció nagyon sokat segít ebből a szempontból, és ezt kell valahogy az oktatásra is ráraknunk, hogy határon innen és határon túl, ez ugye valahogy összekössük ezt az egész oktatási struktúrát, ezzel növelve a versenyképességünket. Ki mit élt meg a 2012-es oktatási forradalomból? Tehát abból, ami elindult körülbelül egy évvel ezelőtt, pont amikor itt tücsörögtünk és hallgattuk egymást, közben elindultak az online szabad egyetemek, tehát most is egy szabad egyetemen ülünk, de azok online, mérhető, tulajdonképpen ingyenes felsőoktatási szolgáltatásokat adnak. Ki hogy élte meg ezt? Vannak-e már saját tapasztalatai, akár diákokkal, akár saját magával, bármilyen szinten? Bemer ugrani valaki? Én szívesen elmondom a sajátomat, csak nem rólam szól. Jó? Ezt te nyerted meg. Oké. Digitális nemzetegyesítésről beszélt a Lőrinc itt az előbb, tulajdonképpen. Hiszen az oktatás megváltozik, a pedagógusnak új szerepet szánunk, én ezt úgy veszem észre. Tehát az András mondta, hogy a tanítás még az iskolában történik, ezzel már lehet, hogy lehetne vitatkozni. Hol tanul ma az egyén? Hol szerzi a megfelelő kompetenciákat? Milyen kompetenciákat érdemes neki beszerezni, és hol szerzi ezeket meg ma az egyén? Hol van erre lehetőség? Laci? Viszonylag egyszerű a helyzetem, hiszen tényleg most már évek óta, és nem csak 2012 óta, hanem mindig is ezek voltak az alapkérdések. Tanítani mindegy, hogy hol tanítunk a szó eredeti értelmében. A nagyon alapkompetenciák autodidakta módon jól taníthatók. Az igazi problémát sokkal inkább az előbb emlegetett célok megtalálásában látom. A kontaktórák jó részét én már évek óta csak arra használom, hogy a személyiségét megértsem az egyes vagy a kis csoportba fejlődő vagy nagyobb csoportnyi diáknak, hiszen abban a pillanatban tudunk átsegíteni olyan holdpontokon személyiségeket és csoportokat, hogy tudják, hogy hová menjenek utána, miután szabad kezet kaptak. Tehát a kontaktóra az szinte varázslás, ha szabad ilyet mondani. Erre kell és erre lehet jól használni, persze sok minden más is, de erre mindenképpen. Az előbb elhangzott egy olyan mondat, hogy a tanár tudhatja, hogy a diákok megértették-e, amit mond. Ez nem feketén és fehéren válaszolódik meg a tanár felé semmiképpen nem, hiszen attól még, hogy 40 emberből 27-en eltaláltak valamit, kérdés, hogy eltalálták vagy tudták, tehát sok kérdésből kapható válaszsorozatok alapján, és ezzel nem ellentmondani akarok, csak tovább finomítanám, a sok kérdésből kapható válaszok alapján a diákok személyiség fejlődését lehet nyomon követni, az integráns, zárt, konzisztens személyiséget és vagy a sodródó, találgató személyiséget és ezek ezerféle alfaját, amire innentől már testre szabott oktatási programokat lehet készíteni. Nem biztos, hogy annak az egy pedagógusnak kell zseninek lenni, és gyógypedagógiai pozitív értelemben, vagy gyógypedagógiai jelleggel kell az egyes esetekhez fordulnia. Megosztás. Majd valaki tudja, hogy ezt hogy kell jobban kezelni, neked inkább a C, vagy a Q típusú tanulási programra lenne szükség. Tehát az alapkérdésre a válasz úgy hangzik, hogy a tér és az időtől való függetlenség állapota elérésre került,
a tanár személyiség és a diák személyisége, mint ember-ember kapcsolat fontossá vált abban, hogy a diákot valóban a saját egyéni problémáin át segítsük, hiszen ezt nem várhatjuk el, pont ettől tanár a tanár és ettől diák a diák, hogy legyen benne tapasztalati különbség, de persze ez érvényes a szülőkre, barátokra és mindenkire, akik segíteni akarnak, és az eszköz az tulajdonképpen a már megtalált célok minél hatékonyabb elérését biztosítják. És itt mindig óvatosan visszalépek, az eszköz, a cél, az ilyen értelemben fontosabb, bár a dialektikában a kettő együttese ugye az, ami a végső eredményt hozza, és gondolom itt sokféle bólogatás meg jelzés érkezett, úgyhogy talán első körben ennyi, hiszen a kérdés nagyon komplex, legalább még 5-6 féleképpen neki lehetne futni. Itt előkerült a mérésnek az ügye. Hogyan történik jelen pillanatban mondjuk a közoktatásban a diákok mérése? Nyilván a tanórai osztályozáson túlmenően hogyan tudható azt meg, hogy egy országnak a közoktatása hol tart? Itt van ilyen kompetencia mérés. Ezt használjuk egyébként jobb hián, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy tanuló szemszögéből 4 évente kétféle tantárgyból egy alkalommal van valamilyen teszt, és akkor annak az eredményét hát iskolánként ki lehet értékelni, és ebből következtetéseket levonni. Ez egy nagyon szűk mintavételezés, szemben azzal, ami már itt az interaktív távla kapcsán előjött, hogy mi lenne akkor mondjuk, és ez nem túl távoli jövő Magyarországon sem, hogyha mondjuk az interaktív távla használata során az egyes válaszokból, vagy mondjuk az iskolai oktatást adminisztráló szoftverben lévő elektronikus tananyag által, akár házi feladat formájában, akár az órán történő számonkérés során olyan adatbázist építenénk, és akkor jön itt a Big Data ugye, ami tulajdonképpen minden egyes iskolában, minden egyes tanulóra, minden egyes órán, minden egyes tantárgyból, egész tanévben, az összes iskolában adatokat szolgáltat. Ez nem túl távoli jövő azért, mert ugye az interaktív tábla az itt van, elektronikus tananyagok fejlesztése is, hát rohamléptékben halad. Az edukáció épp szeptembertől tervez egy olyan iskolai adminisztrációs rendszer bevezetést, ami Magyarország összes közoktatási intézményében biztosítja az oktatásnak az elektronikus menedzsmentjét, és nem csak az elektronikus naplóra vonatkozik, hanem nyilván ez később kibővíthető olyan modulokkal, ami például az interaktív tábla irányába biztosítja azt, hogy az ő általa generált adatok azok összegyűjthetők és elemezhetők legyenek, és én azt gondolom, hogy ez már egy másik minőséget jelenthet. Itt elhangzott, hogy Magyarországon ezt át lehet-e vinni határon túlra? És hogyan? Ez Lőrinc. Jó kérdés. Nem, te libert rafáltad egyébként, mert pont ezen gondolkozom most, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni, és ezt hogyan lehetne jól használni. Kérdezzük meg Rozáliát, hogy neki van-e erre ötlete konkrétan, hiszen a Sapiente Egyetemnek vannak már kapcsolatai magyar egyetemekkel, mind a Kossuth Lajos Tudomány Egyetemmel, és még szorosabb talán a Szent István Egyetem. Egyetlen mondat, csak azért, mert a felsőoktatási szektor szerintem ebben a szempontból sokkal könnyebb. Ugye itt a közoktatási az, ami nagyon nehéz, dió, de visszaadom azt. Egyetértek, a felsőoktatásban már van egy egységes menedzsmentrendszer, a Neptun rendszer. Ezt bevezették a Sapiencia Egyetemen is 2012-2013 őszén. És szerintem is a közoktatásban jelent ez problémát, mert eltérőek a rendszerek, a tanmenet, teljesen más szisztéma szerint épül fel. A tartalmak, a digitális tartalmak nehezebben összehangolhatók. Bizonyos tantárgyak kapcsán könnyebb, de mit tudom én, például a történelem tanítás egy olyan kényes ügy, amit nehezen tudok elképzelni mondjuk ilyen átjárható módon. Egyre reagálva csak, ettől függetlenül ezt nagyon komolyan mondom, ezt meg kell csinálni. Tehát itt nincs opció, hogy vagy-vagy.
hogyha az a határon túl szakadt nemzetrészeket valahogy életben akarjuk tartani, és egységes nemzetben gondolkozunk, akkor annak az oktatás az alapja. Tehát, hogy itt ebben ez nem kérdés, tehát, hogy itt azon kell gondolkozni, hogy hogyan. Nem az, hogy meg kell csinálni, azon kell gondolkozni, hogy hogyan. Ugye, és hogy itt ebben a három megyében, a Székely megyékben még egyszerűbb a helyzet, ahol több magyarság van, de a Szórványban, tessék fölmenni Máramarosba, és megnézni, hogy ott mi van. Vagy elmenni Temesbe. Tehát, hogy nagyon tehetséges embereket vesztünk el azért, mert nincs olyan magyar tananyag tudásuk, amivel akár erdélyi, akár magyarországi felsőoktatási intézményben be tudnának jutni. Mert a román közoktatási rendszer nem alkalmas arra, hogy ezeket az embereket, ezek sztáregyetemre menjenek, mondjuk az elitről beszélek például. Tehát, hogy bárki Tusnádfürdőről is egy tehetséges gyerek, hogyha jó, hogyha lehetőséget adunk a kezébe, akkor el tud jutni Cambridge-ig vagy Oxfordig. És utána a következő kérdés persze, hogy jöjjön is vissza. Ebben az IKT hogyan tud segíteni? Vannak-e már konkrét megoldások, megoldási irányok? Jelenleg indultak-e már erre fejlesztések Magyarországon? Utána megígérem, hogy utána 5 percig csöndben maradok. Azért nagyon nehéz, amit a tanszékvezető asszony is említett, mert ugye más a szabályozási rendszer, tehát más a tartalmi rendszer. Tehát, ha iskola rendszeren kívül képzésbe hozzuk? Erről van szó, ugye ez a tanórán kívüli tevékenységeknél lenne megoldható. Pont erről is itt arról beszélgettünk ideig, ugye, hogy a tanulás az kiment az iskola falai közül. Tehát, sőt, inkább az a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt eljuttatni ezekhez a gyerekekhez, és hogy mit. Ez nagyon fontos, tehát azt kell meghatározni. Nyilván ez egy középtávú stratégia, de ezen dolgozni kell, mert különben le fogunk maradni, és elvesztjük a versenyképességünket. Igen, Laci kért szót. Egy kérésem lenne, hogy iskola rendszeren kívül képzés nem csak gyerekekre vonatkozik. Ezt szeretném megint. Így van, magától értetődően, és hát egy negatív és egy pozitív példát próbálok itt kiragadni a mindennapi gyakorlatból. A pozitív példát átéljük mindannyian, hogyha megosztjuk a saját digitális tartalmainkat, legegyszerűbben, ugye nekem is 15 éves lesz most ez az internetes újságom, amit használok az oktatási anyagok publikálására, sőt a keletkező anyagok munkafázisának bemutatására. Ez bárki számára itt is hozzáférhető, nem kérdés. És tudná követni, beszállhat Skype, sose kérdezzük, hogy milyen jogosultsággal fordult hozzánk valaki, válaszolunk a kérdésére. Tehát ez a pozitív példa, ezt többen kiemeltük, az eszköz adott, a technológia adott, dolgozzunk együtt. Ezzel nincs gond. Nézzük az árnyoldalt, a motivációs oldalt. Egy élő példa. Megpróbáltam hallgatókat relatív értékelés alá vonni. Hát az, hogy még élek, az egy kisebb fajta véletlen ezek után, ez lenne ugye a csattanó, de nézzük, hogy mi történt ténylegesen. Fölírtam nagyon sok a játékban résztvevő hallgatókra azt, hogy mit tettek különböző csatornákon. Akár úgy is elképzeljük, hogy egy nagy bekamerázott térben látjuk, hogy hova nézett az órát, hányszor nyomta meg a mobiltelefonján a nem kellő gombot, hányszor aktívan válaszolt a táblán. Tehát egészen extrém módon digitalizálható naplófájlokat lehetne előállítani. Ennél sokkal egyszerűbb volt a helyzet. És a végén az volt a játéktér, hogy az kap jegyet, aki a teljesítményét a csoport nem klasszikus egy csatornás átlaga, tehát a pont átlagához képest, hanem a sok csatornás, n-dimenziós átlagához képest mindig meg tudja haladni, ahol nem tudhatja, hogy a többiek mit tesznek be ebbe a versenybe. Ez egy olyan hatalmas nyomás alá helyezte az érintetteket, hogy lincs hangulat alakult ki, és vissza kellett vonni a játékot. Tehát az árnyoldala, a mindent tudunk egymással, és ezt kihasználjuk a hatékonyság, a versenyképesség növelésében azzal, hogy teljesítménykényszert hozunk létre, az a másik véglet. Miért mondom ezt az előző pozitív példa, mert látszólag a kettőnek semmi köze egymáshoz? Azért, mert a belső motivációk csak olyan racionális életterekben ébrednek, ahol valamit valamiért kap az érintett. Miért szakad le valaki egy nemzet testről? Például azért, mert energetikailag egyszerűbb az asszimiláció számára. Egyszerűen nem bírja, nincs annyi szusz benne, hogy becsületből, saját belső háttérerőből elvigye ezt a balhét. Innentől kezdve leszakad, mert egyszerűen fizikailag le kell, hogy szakadjon. Szó szerint értjük a fizikát, tehát energia mennyiségben mérhetően. Ha tehát a technológia abban tud segíteni, hogy helyreálljon az az egyensúly, hogy relatíve kevés befektetéssel a tanórán kívül a kötelező bizonyítványért elvégzett energiafelhasználáson túl ő még a köldögzsinórt életben tudja tartani, akkor ez megmenti azokat a
az elvesző egyedeket, akik egyébként elvesznének. De ez kristály, tiszta fizika ilyen értelemben, azaz, ha nincs annyi erő a rendszerben, akkor le fognak szakadni vízmolekulák a víz felületéről, illetve hát becsapódnak egyéb anyagok a víz tömegben. Tehát a negatív példa csak arra akarta fölhívni a figyelmet, hogy nagyon érzékenyen kell ismét a célokkal zsonglőrködni, ez pedig a jó motivációs keretrendszerek megtalálása. Elvileg sok mindent lehet, gyakorlatilag nem annyira. András? Én is pont itt ezzel folytatnám, hogy a célokat kell először meghatározni és konkretizálni, mert mondjuk a magyar nyelvet azt lehet tanítani, bárhol is van valaki, de mondjuk éppen ugye szóba került a történelmet, már nem biztos, annak már nagyon sok minden más akadálya is lehet a tanmenetektől, tantervektől kezdve. Felsőoktatásban egyébként ilyen képzések nyilvánvalóan léteznek, olyan közös kidolgozású anyagok, vagy egyáltalán szabadon elérhető anyagok, amiket használhat bárki bárhol van. Közoktatásban ezt már sokkal nehezebb meghatározni, annak ellenére, hogy most szándékosan mondok egy olyan tantárgyat, de mondjuk testnevelésből ki lehetne dolgozni egy olyan tantárgyat, aki bárki bármikor elvégezheti. Vannak különböző kinetikus eszközök, van webkamera, és valóban meg lehet virtuálisan is akár jel lehet valakivel végezhetni virtuálisan egy testnevelés órát, mert webkamerával lehet venni azt, hogy most a négyütemű fekvőtámaszból megcsinálta a 25-öt, vagy nem csinálta meg. El kell dönteni ezeket a dolgokat, és utána lehet majd tovább lépni. Ezeknek a céloknak az eléréséhez vannak-e már megfelelő képzési tartalmak? Ki milyen képzési tartalmat tud elképzelni, amivel tömegeket országhatáron belül és túl tudunk elérni, meg tanítani, mozgatni, versenyképessé tenni a piacon. És itt most korosztálytól, nemtől, földrajzi helyszíntől függetlenül. Bocsánat, az előbb is már ilyesmi eszembe jutott. Talán kicsit furcsa, de a képzési tartalom pontosan abból kiindulva, hogy a tanítás már, bár az iskolában folyik, de a tanulás már kevésbé, olyan képzési tartalmakat kellene meghatározni, amivel egy picit meg lehetne kedveltetni a tanulást magát. Ezek a nyitott képzések, amik az előbb szóba kerültek, azért is olyan problémásak, mert a másik oldalt nem vizsgáltuk meg. Miért érdekli a tanulót, miért érdeke részt venni egy képzésbe? Mindegy, hogy most felsőoktatásról, de minél lejjebb mondjuk egy közoktatásban tanulótól. Hát hogyha neki azért nem adnak osztályzatot, nem számítják be valahol, akkor miért? Úgyhogy olyan anyagokat kell bevezetni, mivel ezt valahogy felkeltjük az érdeklődést, és hogyha hozzászoktak ez a képzési típushoz, ez a képzési formához, lehet, hogy mondjuk ez a lányok esetén, hogy kell magad jól kisminkelni kurzus, amivel kapcsolatban egyébként nagyon sok helyen nyilvánvalóan valakit ilyesmi érdekel, YouTube-ra felmegy, vagy valami hasonló helyre, és akkor megnézi, hogy mit tanácsolnak. Csak mondjuk az sem mindegy, hogy ki az, aki tanácsolja. Úgyhogy itt a hitelesség is kérdéses még, és hogyha ha jó tananyagokat tudunk, azt kell, hogy mondjam, hogy nagy valószínűséggel tantárgytól függetlenül kitalálni, és talán éppen hogy az iskolai tantárgyakon túlmenően, akkor valami elindulhat, és utána majd lehet, hogy szívesebben fogja majd a fizika kurzust is megnézni, mert hogy itt például mondjuk egyébként kimondottan a természettudományos tantárgyaknál van egy olyan ellentmondás, hogy ha valahol megrendeznek valamilyen eseményt, nálunk szokott lenni a kutatók éjszakája, a természettudományos kísérletek az mindig óriási népszerűségnek körbendenek, nagyon látványos, rengetegen mennek, és évek óta gondban vagyunk, hogy a természettudományos hallgatókat a képzést beindítsuk, akár tanár oldalról, akár nem tanár oldalról, tehát itt van egy ellentmondás. De még egyszer arra visszatérnék, hogy valami olyan képzési anyagokat kellene kidolgozni, ami nekik jó. Mondjuk egy ilyen rendezvényen, hogy tudod a legjobb sátorhelyet kiválasztani, vagy hogy old meg ezt, vagy azt, vagy valami hasonló trükköket. Lehet, hogy elkezdenek majd ennek kapcsán egy kicsit jobban odafigyelni más, kicsit talán komolyabb anyagokra is. Lőrincnek lejárt a szilenciuma. Úgyhogy igen, azt hiszem 3 percen túl vagyok. Hölgyeim és uraim, van, bocsánat, tisztázzuk. Tehát, hogy tanár továbbképzésben Magyarországon az elmúlt 3 évben több milliárd forintnyi uniós pénzt helyeztünk ki tanár továbbképzésre. Iszonyú színes a kínálat, nagyon nagy a paletta, tehát tényleg a kombány szereléstől kezdve, komolyra fordítva a szó, tényleg mindenféle kompetenciák fejlesztésére van tanár továbbképzés.
ennek pont az a lényege, és meg a kedvenc szünőkémet szedem elő, hogy ezt határon túl hogyan tudjuk segíteni. Tehát az itteni tanár továbbképzésben hogyan tudunk beszállni. Nyilvánvalóan a felsőoktatási intézmények lesz ennek az egyik lába, vagy lehet ennek az egyik lába. Én most jelenleg ezt látom, de nyilván ebben jobban bele kell még ásnom magam. Az a kérdés, hogy mire érdemes képzés? Tehát, hogy milyen irányba menjünk el, ez kell inkább szerintem majd meghatározni. Lőrinc elvette a kenyerem felét, mert pont én is ezt akartam mondani, hogy az EU-s projektekből nagyon sok tartalom jött elő. Egy példa, most futott le, illetve most van folyamatban egy öveges program nevű természettudományos laborfejlesztés a magyar közoktatási intézményrendszerbe. Ez nagyjából fél éven belül, 40, kb. Ilyen 4000-es elektronikusan dokumentált kísérletet fog jelenteni szabadon hozzáférhető módon. Tehát nagyjából egy ilyen 4000 kémiai, biológiai, fizikai kísérlet lesz fönn az interneten, amit meg tudnak majd nézni azok, akiket ez egyébként érdekel, és a pedagógusok bárhol fel tudnak használni a munkájukba. A másik pedig, ne felejtjük, hogy van egy Wekerle terv, aminek kimondottan fontos eleme a magyarországi és a határon túli kerettanterveknek az összehangolása. Mert általában a szakképzésről elfeledkezünk, pedig aztán ugye a társadalom jelentős része, illetve a tanulók jelentős része végül szakképesítést fognak szerezni, illetve szakképzésre fogják a tanulóéveket eltölteni, ami egy kimondottan fontos kezdeményezés szerintem. Két gondolattöredéket emelnék be ismét az eddigiek alapján. Az egyik, hogy mindenképpen a probléma orientáltságot általános képzési kurzus alapanyagnak kéne tekinteni, különösen a tanárképzésben vagy a képzők képzésében, mert hogyha ők nem látják problémaorientáltan a világot, akkor hogy ébresztik fel ugyanezt a készséget a kiképzendőkben. De egyébként szerintem teljesen sikeresen folytatható ez a tevékenység magukban az alapképzést kapogó. Most alap alatt nem a strukturális alapképzést értjük, hanem bárkinek bármilyen szinten. A másik pedig a lifelong learning, tehát az életen át tartó tanulás logikájához kapcsolódó gondolat, hogy nem biztos, hogy certifikált kurzusokban kell gondolkodni, hanem probléma megoldásban ismét csak. Ha én otthon ki kell, hogy cseréljek egy saját dugórendszerrel rendelkező csapot, akkor ne kelljen már megálmodnom, hogy hogy kell ezt csinálni, hanem kapok hozzá megfelelő segítséget, innen kezdődik, egészen addig, hogy ha nem kaptam a mosogatógéphez vízlágyító tablettát, sót, akármit, akkor mivel tudom pótolni, és nagyon sokféle apró problémát mondhatnék. Tehát az internet lassacskán tulajdonképpen a do it yourself kategória irányába megy el, amikor segítenie kell azt, hogy én szuverén módon az előttem álló problémát megoldjam. Ennek a jó része persze vállalati probléma kell, hogy legyen, és ott a vállalat ezt erősen kanalizálja és segíti, hogy milyen kompetenciákhoz jussak hozzá. Ez a nagyon célirányos. És hát a probléma megoldó pedig ugye azt a szállat feszegetni, hogy én ismerjem föl azt az innovatív kihívást, hogy ha jobban csinálnánk, akkor a piacon jobb versenyhelyzetbe kerülnénk. Tehát a kettő együtt működik, és furcsa módon a képzési tartalmak a kettő között vannak. Az egyetemek, középiskolák, általános iskolák nem válnak gyakorló műhelyek ki, ahol ki lehet próbálni a napi problémák megoldásom, hogy képes vagyok-e rá. Nem a diák a kertész az egyetemi udvarnak, hanem a főkertész. Vajon miért egy agráregyetemen? Hasonlóképpen az összes többi problémánál. És a túloldalon pedig ugye, tehát nem használjuk magunkat, a túloldalon pedig ugye azt a fajta általános képzési orientáltságot, hogy probléma megoldjon a diák, tudományos diákköri mozgalom támogatja például, ahol kimondásra kerül itt-ott, hogy az innováció nem olyan fontos cél, van más is. Ezt a mást én még mind a mai napig nem találtam meg. Számomra az igazán fontos cél az, hogy új megoldásokat fedezzünk fel régi problémákra, vagy új problémákat fedezzünk fel, amiket előbb-utóbb úgyis látnánk, csak jobb, ha elébe megyünk. Én az új megoldások felfedezése mellett szeretném kiemelni a jó gyakorlatoknak az átvételét is. Tehát egészen banális módon én azt gondolom, hogy az iskola rendszerű oktatás is sokat tudhat tanulni. Olyan fajta oktatásból, ami például a sminkelés, vagy a hogyan játszunk gitáron, pókerezés, stb. Mert meglepő dolog, de ezek a szervezetek, szájtok vagy egyének, akik ilyenfajta oktatással foglalkoznak, tehát nekik van egy szubkultúrájuk, van egy minősítési rendszer, vannak olyan helyek, ahol azt lehet megtalálni, hogy melyek a legjobb gitároktató kurzusok, online kurzusok. És én azt gondolom, hogy ezek olyan tapasztalatokat szolgáltathatnak az iskola rendszerű oktatás számára is, ami mindenképpen
mindenképpen hasznos. A másik pedig mondjuk a nemzetközi jó gyakorlatok. Az edukáció nemrégiben végezte az Intelnek a Intel Teach Essentials című egyébként akkreditált pedagógus képzési anyagának a honosítását, ahol a pedagógusok számára olyan IKT eszközöket, technológiákat kínálnak föl, amely egy adott oktatási projekt megvalósításában számukra segítségül szolgálhat. Tehát én még egyszer azt gondolom, hogy tanuljunk innen-onnan, nem kell mindent magunktól kitalálni. Oké, András? Én is ezt akartam mondani, hogy a jó gyakorlat az nagyon fontos, és a jó gyakorlat kapcsán a hitelesség, hogy ki az, aki bemutatja azt a jó gyakorlatot, mert egy általános iskolai tanító sokkal inkább el fogja hinni az általános iskolai tanítónak, nehogy Isten, hogyha valahol még esetleg ismeri is, ugyanazt a dolgot, mint hogyha bemegy valaki akár felsőoktatásból, akár valahonnan máshonnan, és ugyanazokat a dolgokat elmondja, mégis hitelesebbnek érzi. Ezzel kapcsolatban például én azt javasolnám, hogy úgy kellene ezeket a jó gyakorlatokat valahogy kiválasztani, hogy megnézni a gyakorlatba. Tehát jelentkezhet rá az illető, mert nagyon sokszor vannak ilyen versenyek, ilyen pályázatok, de sokan elriadnak attól, hogy ez mennyi munkával jár ennek a leírása. Ő nagyon szívesen bemutatja, és nagyon jó dolgokat művel, de nem vállalja azt a sok energiát, azt a sok időt. Lehet, hogy pont azért, mert készül a következő órájára valami újabb jó gyakorlattal, hogy más is át tudja adni, vagy meg tudja ezt nézni. Másrészt szóba kerültek a pedagógus képzések, valóban nagyon-nagyon sok és nagyon-nagyon sok színes anyag van, valóban a kombányszereléstől megkezdve nagyon sok mindenig. Itt megint csak az lenne, hogy milyen minőségűek ezek. Mert egy igazán jó pedagógus, azt kell mondjam, hogy akár a kombányszerelésből is, teljességgel mindegy, hogy ő most magyar tanár vagy testnevelő tanár, tud ötleteket, jó ötleteket meríteni. De ha valaki azért megy el egy képzésre, mert hallotta, hogy annál a képzésnél a 30 órát mondjuk másfél nap alatt maximum meg lehet valósítani, és túl sok mindent nem kell tennie azért a képzésért, akkor az meg teljességgel mindegy kitartja, és milyen anyag van benne. Úgyhogy ezeknek a képzéseknek a minőségi ellenőrzésére is úgy gondolom, hogy szükség lenne. Én elég sok ilyen fajta képzést vezettem, egyszer sem ellenőriztek, bár potenciálisan a lehetőségek között ott volt. Úgy gondolom, hogy sok olyan képzés volt, és talán még most is van, amelyiket igenis oda kellene menni, és ellenőrizni kellene, akár nyilvánosan, akár beültetve egy olyan pedagógus, aki szintén elvégzi azt a képzést, utána pedig meg fogják tudni mondani, hogy ez valóban minőségi vagy sem. Én ezen a képzésen, amit az előző szóba került, részt vettem és elvégeztem, de voltak olyanok, akik a képzés végére se nagyon tudtak azonosulni az egésznek a logikájával, a filozófiájával, és azt kell mondjam, hogy voltak olyanok, akik olyan páros munka kapcsán döbbenten jelezték, hogy a társuk még most se érti, hogy miről is van szó. Ez az utolsó napok egyikén volt. Csak annyit akartam az egész képzés témakörről hozzáfűzni, hogy édesanyám is képzéseket tart, a egyik magyar egyetemen tanít, és számos ilyen képzést tart, módszertanos, hogy azért azt is látnunk kell, hogy a pedagógusnak azért az ideje véges. Tehát amikor agyon erőltetjük, ugye, vagy az iskolaigazgató agyon erőlteti ugye a képzéseket, az kontraproduktív lehet. Tehát visszaüthet, ugye egy idő után elfásulnak, és már nem az ott megszerzett tudást nem tudják használni, mert annyira hullafáradtak, ugye alulfizetettek, tudjuk a szokásos problémákat, hogy ennek már nincs ereje, tehát meg kell találni egy ideális egyensúlyt. A másik, amit hozzá akartam fűzni, hogy azért most ugye minden tanulásnak és jó gyakorlatnak hívunk, hogy interneten meg lehet tanulni ezt, amazt. Hát bocsánat, ezért 200 éve is akkor ez a lifelong learning volt, hiszen a parasztember is megtanulta egy idő után, hogy kell leverni a diót. Tehát csak azért mondom, hogy szerintem azért itt érdemes distinkciókat tenni, hogy mit hívunk tanulásnak, vagy hogy akkor mi mindent hívjunk tanulásnak-e. Hogyha azt mondjuk, hogy vannak véges erőforrásaink, de ezeket hogyan lehet... Ja. Vannak véges erőforrásaink, ezeket hogyan lehet jól felhasználni? Ez Andrásnak volt a kérdése még az előzőekben, ezt, és erre Laci válaszolt egy elég érdekes módon. Tehát véges erőforrások, felolvasom hogyan lehet a véges erőforrásokat jól felhasználni. Erre automatizálási
technikák adottak-e ember és gép között, meg lehet ezt oldani, és ezzel versenyképességünket növelni. Most teljesen mindegy jóformán, hogy oktatásról beszélünk, vagy másról. Mi oktatási szempontból nézzük ezen a kerekasztal beszélgetésen ennyi. Hogyan lehet véges erőforrásokat jól ezzel most egy nagyon-nagyon mély bugyorba ugrunk bele hirtelen a beszélgetés eddigi ívéből, de hát akkor ám legyen, hogyha az a kérdés, hogy miért pont mi ülünk itt, kit lehetett volna még meghívni, mi lett volna akkor, ha mást hívunk meg, ugye ezeket a kérdéseket megint vonatkoztassuk magunkra a játékteret, hiszen az előbb azt mondtam, hogy az egyetemeken miért a főkertész kertészkedik, és miért nem a kertészetre tanított diákok, akkor nézzük ezen példán keresztül. Ha most tehát megnéznénk azt az alternatívát, hogy egy adott rendezvény adott szegmensére fordított összeg hogy hasznosul a legjobban a korábbi tapasztalatok függvényében, akkor az alternatíva értékelés disziplinájába keveredünk bele. Ez kristálytiszta matematika, össze lehet hasonlítani bármit bármivel, diákok vették a fáradtságot és a fehérvári önkormányzat 1 millió forintos keretét megpróbálták felhasználni virtuálisan. A diákklub alapítástól egészen a sporttevékenységek, a koncert élet, vagy bármi egyéb érdekében különböző lépések összehasonlítására, és az volt a kérdés, hogy hol hasznosul társadalmi szempontból legjobban az 1 millió forint. Meg kellett találni azokat a nézőpontokat, amelyek mentén mindegyik hasznosul. Ha veszünk egy műszaki példát, amit talán egy bizonyos értelemben mindenki jobban átlátok, hogy egy rekultiválandó terület, az egy nagy meddőhány, ahol semmi nincs, csak kupacok, földből, fémből, minden egyébből, akkor ezt el lehet planírozni, ezáltal a táj bejárhatósága javul. Lehet fásítani, ezáltal a por megkötő képessége javul, a klimatizáltsága javul, az oxigéntermelő képessége javul, le lehet betonozni, ezáltal ugye extrém módon melegszik, szétfagy és egyéb hatásokat. Tehát mindent föl lehet írni a leborítás és a továbbfelhasználás érdekében valamilyen mutatóba valameddig. Ezek után, ha azt mondjuk, hogy keressük azt a rekultivált tájat, amelyben minél több az oxigén, minél kevesebb a por, az allergén anyag, minél klimatizáltabb a tér, ahol a legtöbb időt tudják az emberek tölteni, és így tovább, akkor kiderül, hogy 1 millió forintot melyik rekultivációs kombináció, elképzelt kombináció mellett lehet odaadni ennek a bizonyos projektcsapatnak. Tehát a közbeszerzés egy új támogatást kap, hogy akkor megint társadalmi hasznosságról beszéljünk. A közbeszerzés nem erőterek villongásai, csatározásainak a végeredményeként jön létre, és akkor még a bíróság még újra beleszólhat egy megtámadott döntésnél, hanem a társadalmi hasznosság matematikai szintre degradálódik, vagy emelkedik, mindenki döntse el, hogy melyiktől fél jobban. Ebben a pillanatban arra a kérdésedre, hogy hogy lehet a legjobban felhasználni a szűkös erőforrásokat úgy, hogy hatás, tanulmányok, tömkelegét, modellek, szimulációs modellek tömkelegét kell építeni, ez is az volt, amelyek megmondják, hogy mi lenne, ha. Amíg ezeket nem végezzük el, marad a karizmatikus emberi döntés, semmi baj, az emberi karizma nagy sándori birodalmakat teremtett már, csak ritkán és túl sok áldozattal. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy az információs társadalom új elektronhéjra lépjen, akkor a meglévő egyre nagyobb mértékű közhasznú adatvagyonon, a fokozatosan fejlődő továbbfeldolgozási eljárások, ezek automatizálási és gondolati, tehát filozófiai síkú eljárások, kombinációjaként olyan ügymeneteket kell létrehozni, mint a közbeszerzés befolyásolása kristálytiszta matematikai döntésekkel, amelyek végeredményét csak nagyon indokolt esetben akarjuk társadalmi szinten felülbírálni. Mint ahogy az atomerőmű vezérlését sem az ügyeletes tiszt végzi, mint ahogy a repülőgében a robotpilótába se piszkál bele a pilóta, sőt, ha igen, akkor inkább esik le, mint hogyha hagyják leszállni magától. Tehát el kell jutnunk társadalmi szinten oda, hogy az automatizálás az a legjobb emberi agyak, agykonzervje generációkon át felhalmozott minden létező digitalizált tapasztalatával együtt. Amit nem tudtunk, az a mi karizmatikus egyéniségünk. És hát egy szálat nem akarnék még kihagyni a folyóidőből, mindezt az erre való tanulási folyamatokat meg lehet spékelni, ugye az úgynevezett gamifikáció, valamit azért a mai napon többször körbejártunk már, hogy élvezze a tanulási folyamatot az érintett, summa summarum, tehát az automatizáció az nem ördögtől való, és mindezt még lehet élvezni, és hogyha ügyesen építjük köré a tanítási folyamat játékosítható elemeit. Már csak a karizmát kellene automatizálni, és akkor a kecske is jól lakna, a káposzta is megmaradna, és akkor a költséghatékonyság elve érvényesülne mind az anyagi, mind pedig a humán oldalon. Azt gondolom, hogy úgy lehetne
többet tenni és jobban, hogyha a létező széttartó, szétforgácsolódó erőfeszítéseket, erőforrásokat valahogy közös sodorba tudnánk hozni, többet kommunikálnánk, együttműködnénk, akár úgy is, hogy ilyen virtuális módszertani laboratóriumokat, műhelyeket hoznánk létre, például arról, hogy hogy lehet a digitáliát kiépíteni, hogy lehet a magyar virtuális oktatási teret hatékonyabbá, interaktívabbá tenni, de akár úgy is, hogy több ilyen beszélgetést szerveznénk, ahol azok találkoznának, akik érintettek, elkötelezettek az ügy iránt. Olyan sokan bólogattak, hogy nem is tudom, hogy kinek adjam. Egy gyors megjegyzés. Létezik a digitális karizma, és aki erről egy kicsit művészibb szinten szeretne olvasni, akkor olvass el a Kazohínia című könyvet, ha még nem tette volna meg. Ez egy csodálatos könyv. Talán azt kell elérni, hogy az adatok jelen esetben itt például a jó gyakorlat az ne két-három, akárhány, sok példányban legyen meg, mert most per pillanat az van, hogy mivel nem tudnak egymásról, ezért ugyanazt újra és újra feltalálják. A sminkészítés, vagy éppen a kombájnszerelésnél most egészen biztosan van, nem tudom, lehet, hogy 28, lehet, hogy 228 ilyen képzés valahol. Hiába van az SDT-ben nagyon-nagyon sok anyag, nagyon sokan nem ismerik ezt a képzést. Valahogy rá ezt kellene elérni. Azt kell mondjam, hogy ez nagy valószínűséggel másképp nem megy, mint egyfajta szerint kényszerrel. Mondjuk, hogyha éppen sokak által használt taninformos keretrendszernél, amikor be akar lépni valaki, akkor először el kell, hogy olvassa, hogy egy új sminkészítési program itt elérhető, tananyag elérhető, akkor nézd meg, vagy akár 20 másodpercet meg kell, hogy nézzen, és csak utána tud tovább lépni. Lehet, hogy esetleg valamit elérnénk. Ezzel nem azt akartam mondani, hogy csak egy sminkészítési tananyag kell, mert hogy itt nagyon sokszor az a pedagógusoknak egyébként a gondja, hogy na igen, de a te osztályodban van 5 hátrányos helyzetű, az én osztályomban van 25 hátrányos helyzetű, én akkor ezért nem tudom megcsinálni. Vagy a te osztályodban van 3 fiú, az én osztályomban 13 fiú, és sajnos vannak olyan pedagógusok, akiknél ez már gond, és a 3-ról, a 13-ról nem tud átállni. Nem lehet 13, 12, 11 minden fiú létszámhoz, minden tudásszinthez elkészíteni ezeket az anyagokat, de kevesebb kellene belőlük, mert most túl sok van, csak nem tudunk róla. Bocsánat, csak azért szeretnék reagálni, mert 3 évig ezt csináltam az uniós projektek kapcsán, a Gergő által működtetett öveges programot is a részben én asszisztáltam hozzá. Azok az eszközök, amik most egy új uniós pályázat során le lesznek szállítva a magyar közoktatási intézményekben. Ez egy 10 milliárd forintos projekt, a Sanyiék csinálják az edukációban. Ez egy nagyon nagy újítás lesz, tehát nagyon sok új eszköz kerül be a gépekbe, és pont azért a Sanyi kollégáival azt találtuk ki, amikor ezt elindítottuk, hogy minden egyes gépre, ami megy a közoktatási intézményekbe, rárakjuk az SDT-ikont, rárakunk ingyen digitális tananyagot, tehát hogy az eszköz mellé megpróbálunk valamit odarakni. Hogy a cégeket, akik itt beszállítanak, köteleztük arra, hogy továbbképzést is kell tartaniuk az eszközökhöz. Tehát, hogy ez a gondolkodási struktúra elindult Magyarországon, csak ezek lassúak, ugye a közbeszerzés ügyek és egyéb ügyek miatt ezek nem látszanak egyből, sajnos évek, amíg ennek hozadéka van, de nyilván van az oktatás ügyben, amíg én ott valamit próbáltam csinálni, pont ez volt, hogy egy ilyen mederbe rakjuk be, hogy mind a képzéseket, mind az eszközöket, mind a tananyagokat valahogy rendszerezzük és osztályozzuk, ahogy Darwin annó megtette ezt a fajokkal. Megszólítottam úgy, hogy azok kedvéért, akik az SDT kifejezést nem értették, ez a Surinet digitális tudásbázis jelenti, ez egy közoktatási e-learning tananyag gyűjtemény, amely most már hosszú évek óta megvan, óriási mennyiségű tananyag van benne, ami mi a legutóbbi időben igyekeztünk, éppen a már általában említett Surinet portál a Web2-s technológiák segítségével javítani az, hogy ezeket hogyan tudják majd felhasználni a tanulók, illetve a pedagógusok. Visszatérve arra, hogy akkor a karizmatikus és intelligens és innovatív intelligencia, tehát én azt gondolom, hogy
hogy mindenképpen abban az irányban haladunk, és itt egy kulcsfogalom a big data is, tehát hogy óriási mennyiségű információ összegyűjtésére van lehetőség technológiai szempontból is, és hát nyilván az oktatásban is az a cél, hogy minél több információt gyűjtsünk a tanulókról, pedagógusokról, a tanításról, és utána ebből olyan következtetéseket tudjunk levonni, ami aztán valahova oda vezet, amit pár hete láttam egy videót, amely arról szólt, hogy ilyen kis, mint a játék helikopterek lettek volna, amely helikopter hát magától repült, volt benne egy számítógép, volt benne egy szoftver, aki intelligensen tudott dönteni, hogy éppen most mit kell csinálni, csak hogy illusztráljam a képességét, mondjuk három ilyen helikopter lebeg éppen a demonstrációt tartó úriember előtt, ők kifeszítenek egy hálót, ez olyan, mint mondjuk egy teniszháló, és akkor a demonstrátor egy teniszlabdát dobál, és akkor ők ez a három helikopter a hálóval mindig visszajutatja hozzá. Tehát, hogy tulajdonképpen ez valahol a cél, hogy annyira intelligenssé tegyük ezeket az eszközöket az oktatásban is, és hát minden más területen, hogy így tudják már saját maguk tulajdonképpen egy új karizmatikus intelligenciát megvalósítani. Azt hiszem, hogy sokat segítene, hogyha képzések mellett bevezetnénk valamilyen utóképzéses rendszert, ami szintén segítene a pedagógusoknak, mert én tartottam nem egyszer úgy képzés interaktív táblánál, hogy akkor találkoztak ezzel az eszközzel, elmondtam, nagyon sok mindent meglátták, és azt kérték, hogy na most ezt majd menjek vissza egy hónap múlva, vagy két hónap múlva, hiszen teljesen új. És még ők maguk se tudják, hogy mire tudják majd használni. Két hónap múlva majd lesznek kérdéseik, és akkor sokkal fontosabb is lényegi kérdéseik, hogyha valami hasonló bevezetnénk, akár úgy, hogy ahol már volt ilyen képzés, csak azok pályázhatnak egy ilyen ingyenes képzésre, valószínűleg sokat segítene. Lőrinc? Nem? Csak annyi, hogy ismét, amit Lőrinc említett, ez a bizonyos eszköz pályázat, ez tartalmaz természetesen ilyen képzéseket. Tehát azok az iskolák, akik interaktív táblát kapnak, ők kötelezően kell, hogy vállalják, hogy bizonyos számú pedagógust ilyen oktatásban részesítenek természetesen. De igen, de amikor megkapják az eszközt, de amikor két hónap múlva, amikor már megvolt ez az első képzés, én azt mondom, hogy kellene még. Hát igen, akkor viszont a pedagógus életpálya modell a következő téma, ami egy tegnapi kerekasztal beszélgetésnek volt a témája, ott pedig azt mondanám, hogy nagyon fontos a pedagógus életpálya a modellben az, hogy a pedagógusoknak a továbbképzését egy magasabb szintre emeljük, és itt megint csak az IKT eszközöknek a használata, illetve használatának a képzése, amiben az edukáció jelentős szerepet vállalt, ilyen képzések fejlesztésével és konkrét képzések lebonyolításával is. Tehát, hogy valóban ne csak az a néhány pedagógus részesüljön ilyen képzésben, akik éppen amikor az eszköz oda kerül, ott vannak, hanem folyamatosan mindenki. Például abban segíthetne konkrétan az Erdély Magyar Pedagógus Társadalmon egy ilyen program, hogy elérnék azt a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségén keresztül, hogy akkreditált képzésnek számítson. Ez egy nagyon fontos, nagyon erős motiváció, visszatérve arra, hogy mennyire túlterheltek a pedagógusok. Kevesen vannak azok, akik ténylegesen azért vesznek részt egy képzésben, mert szeretnének fejlődni, sokkal inkább azért, mert a rendszer elvárja tőlük. Na most, ha a rendszer elvárásait és a minőségi tartalmat valahogy egy tető alá tudnánk hozni, ez az erőforrásoknak egy nagyon hatékony felhasználása lenne, legalábbis Erdély és Magyarország viszonylatában. Én megígérem, ez a záró mondatom, innentől kezdve hátra vonulok. Egy dologról nem beszéltünk, és akkor most megnyitom a következő másfél órás blokkot. A
pedagógus képzésről, mert továbbképzésről beszélgetünk, de az egész IKT, tehát informatika, infokommunikációs ügynél, hát ott van az ominózus emlős elásva, ugye, hogy ezt a pedagógus képzésbe kell szervesen berakni. Mindenhol, nem csak ott, ahol van egy innovatív tanár, vagy volt egy innovatív tanszék, aki valahogy beerőszakolta a képzési modulba, berakott egy ilyen programot, hanem ez kötelezően a felsőoktatásra bizony a pedagógus hallgatóknak hozzá kell szokni, hogy ezzel együtt kell élni. Ha szereti, ha nem. Ez a jövő. Tehát, hogy erről beszélünk, ezt kell csinálni. Köszönöm szépen, és elnézést, hogy ennyit povedáltam. Megkérném Lőrincet, hogy ne dőljön hátra. 3 percre oké, de annyit azért szeretnék én megjegyezni, hogy nem feltétlenül kell szétválasztani a pedagógus képzést a pedagógus továbbképzéstől, hiszen elavul a tudása, és a legújabb tudást kell szereznie, tehát én nem választanám szét. Inkább nézzük meg, hogy az IKT akár pedagógusban, akár bármilyen más szakmában hogyan tud segíteni a megfelelő munkaerő kínálatnak a kialakításába. Tehát van a piacnak egy igénye, és ezt hogyan, milyen eszközökkel tudjuk támogatni, IKT eszközökkel, hogy ezáltal is növeljük a társadalmi versenyképességet. Megfelelő munkaerő ne legyen mondjuk történelemtanárból túltermelés, még mondjuk kémia tanárból hiányunk van. Ez csak kizárólag oktatásra lebontva ezt így lehet nézni, persze ezt nagyobb társadalmi szinten egészen más dimenziókban lehet nézni. Vannak erre lehetőségek, eszközök, modellek, irányok, akár határainkon belül, akár Kárpát-medencei szinten lehet ilyenre találni. Én erre nem választanék, csak egy érdekes kérdést vetnék fel, mert amikor szóba kerül az, hogy egy kicsit ilyen tervgazdálkodási szinten meghatározzuk, hogy melyik szakmában mennyit képezzünk, akkor egy olyan alapvető kérdés is felmerül, egy tök jó példa szerintem, hogy aki itt van Túlsványoson és informatikával foglalkozik, és idősebb, mint 46 év, ő pálya elhagyó, mert hogy amikor ő egyetemre ment, akkor nem volt informatikus képzés Magyarországon. Szóval ez egy nagyon vékony jég szerintem, hogy mennyire lehet abba beleszólni központilag, hogy melyik képzésből mennyit szabad engednünk. Hogyha visszagondolunk a 90-es évek első felére rendszerváltásra, akkor be kellett volna zárni a Műszaki Egyetemet úgy, hogy van tokkal vonóval, mert megszűnt Magyarországon az ipar gyakorlatilag. És lehetne folytatni a sort, hogy aki pedagógus diplomát szerez, és egyébként egy nagyon jó titkárnő lesz, vállalatvezetői szintű embereket szolgál ki a munkájával, ő vajon elvesztette azt a 3 évet, amit benn végzett az egyetemen? Bocsát, és úgy, csak ki szeretném megjegyezni a Gergelyt, mert egy oldalon állunk, együtt jártunk történelmi szakra, illetve lehető fölöttem járt, ugye, mert szegény már kicsit idősebb. Az egész, tehát hogy például a történelmi szak, és abban azt hiszem egyetértünk, hogy ez egy gondolkodási struktúrát ágyaz meg, egy gondolkodási, tehát meg tudod gondolkodni, egy folyamat képzésre alkalmasra teszi az embert. Tehát, hogy ez, hogy a piac mit vár el, ez eleve például a gimnáziumban ez értelmezhetetlen. Tehát ez szakképzésben értelmezhető, a gimnáziumban nem értelmezhető, hogy mit vár el a piac. Adunk egy alapot. Adunk egy alapot, ami utána vagy a felsőoktatási intézmény ráteszi a úgymond a szakmát, vagy elvégez egy szakmát pluszban a gyerek, de nem tudunk központilag mindent meghatározni. Ha most informatika a téma, ha a 90-es évek elején elkezdtünk volna mindenkit basic-et programozni, tanítani, teljesen fölösleges, teljesen elvesztett energiák voltak, mert 5 év alatt lecsengett. Tehát, hogy ugye jöttek az újabb szoftverek, és kész, a basic eltűnt. A pedagógusoknak tartottak basic programozási képzést, mint tanár továbbképzés. Minek? Nincs értelme. Adunk egy valamilyen képzést, és ugye ma már a cégek, munkáltatók rárakják a saját képzésüket a saját munkavállalójukra. Mielőtt átadnám a Sándornak a szót, annyit megjegyeznék, hogy 2004-ben, 2010 legkeresettebb munkaköre még nem létezett. Tehát ezt tudom, hogy a kérdésem provokatív, de nézzük meg, hogy miket lehet csinálni, miket lehet segíteni ezzel a társadalmi versenyképességet. Azt, hogy jelen pillanatban mondjuk, ha a diplomásokat nézzük, melyek azok a területek, ahol legjobban megfizetik a diplomásokat, ahol legkönnyebben találnak munkát, ahol a leg
magasabb a pályai elhagyóknak az aránya, vagy esetleg a külföldön munkát vállalóknak a létszáma. Erre is van véletlenül egy megoldás az edukációnak, amit úgy hívnak, hogy diplomás pályakövető rendszer, amely a Magyarországon végzett diplomások adatai gyűjti össze évről évre. Kétféle módon van egy ilyen kérdőíves módszer, egy mintavételezéses módszer, illetve van egy automatizált, amely az adóhatóság és az egészségbiztosítás rendszerével összekapcsolódva gyűjti ki azokat az információkat, amelyeket jelenleg még csak ilyen statisztikai elemzési célra lehet használni, de rövidesen, hogyha esetleg a munkaügyi hivatal rendszerével is összetudunk kapcsolni, akkor már például a munkaerő közvetítésben is fel tudjuk használni ezeket az információkat. Ez feltételes mód még? Hát olyan formában feltételes, hogy ez a projekt, amelynek keretében végezzük ezt a feladatot, még nem jutott el oda, de egyébként célul tűztik ki ezt az összekapcsolást szintén. Tehát keresletnek megfelelő munkaerő kínálat, az egyetemi környezetben előre lehet-e látni mai nap, mi a gyakorlat? Mit kell tanítani egy diáknak? Jelentkezik egy szakra, még lehet, hogy nem is létezik az a szakma, amiben ő el fog helyezkedni. Mire alkalmas így ilyen környezetben az egyetem ma? Alapozásra, ahogy már elhangzott szerintem, egyfelől, másfelől időt nyújt, gondolkodási időt azok számára. Kommunikáció szakra sokan azért jönnek, mert meg szeretnének tanulni kommunikálni. Nem azért, mert a kommunikációs szakmában szeretnének elhelyezkedni. Azon kívül, hogy persze divatos szakma, vagy divatos szak, nem szakma. De hogy nem ettől lesz versenyképes, hogy a kommunikáció szakot végezte, hanem akkor lehet versenyképes, ha valamilyen módon megnyílnak számára azok a kapuk, azok a motivációs csatornák, amelyek tovább viszik a pályáján, és nem feltétlenül alkalmazottként, még egyszer hangsúlyozom. Mindig abban gondolkodunk, hogy képezzük ki a tökéletes alkalmazottat. Nem. Sokkal tágabban kellene erre a kérdésre gondolni, akár arra is, hogy egyéni vállalkozóként, úgynevezett aranygallérosként, szakértőként, hogyan állja meg a helyét egy szűkebb, vagy akár egy tágabb környezetben, hogyan legyen a versenyszférában jó szakmailag. Én is hajlok rá, hogy már az összefoglaló gondolatokat mondjam, aztán hátradőlök. Tehát ugye a válasz az nem más az előző kérdésre, mint amiket már elemeiben elmondtunk nagyon sokan. Probléma megoldásra kell nevelni a következő generációt, egyben magukat, azokat is ugye, akik őket nevelik, tehát ez egy kölcsönös társasjáték, ezt lehet játszani is akkor innentől kezdve. A probléma megoldásra való felkészítés, ez nem egy egyszerű dolog, de mégis nagyon sok jó gyakorlat van, tehát ez működik. A másik oldalon viszont erősen vigyázni kell arra, amire már utaltam a hallgatók versenyre kényszerítése kapcsán, hogyha elkezdjük monitorozni az oktatókat, akkor beleszaladhatunk olyan csapdákba, hogy egy síkú vagy néhány síkú jó fogalmat definiálunk a mindenki másként egyforma elv, alapelv helyett. Tehát nagyon sokféleképpen el lehet juttatni egy hallgatót. Egy tanyasi iskola tradicionális meséje, ami nem mese, hanem a valóság, kinevelt olyan embereket, akik nagyon sok helyen megállták az életben a helyüket, palatáblával, porbarajzolással, mesével és együttműködéssel, no digitalizálás, ugye. A másik oldalon meg a leghigh-tech-ebb intézményben sem feltétlenül válik mindenkiből szuperzseni, tehát a mindenki másként egyforma tanári szabadság, a kutató tanári szabadság, hogyha mi szintünket mondom, vagy a mi élethelyzetünket, az nehezen szabványosítható. Viszont, hogyha arról beszélünk csak, hogy alapozni kell, akkor alapozni sokféleképpen lehet, ez visszacsatorod, hogy lehet jól elkölteni a rendelkezésre álló forrásokat, többféleképpen lehet elkölteni, és ez megint visszacsatorod, hogy mégiscsak mérni kell, hogy mikor csinálunk jót és rosszat. Tehát itt jön be a fenntartható kényes egyensúly, mint zárszó. Nagyon nem egyszerű eldönteni se kormányzati, se intézményvezetői, se egyéni belső lelkiismereti felelősségi szinten, hogy mikor tettem eleget, és mikor nem voltam túl szigorú és túl engedékeny. Ez egy olyan örök harc, amit a digitalizálás soha nem fog megoldani a szó eredeti értelmében. A belső egészséges életszemléletünket nem kérhetjük a biteken és a bájtokon számon, ez belülről kell, hogy fakadjon, és innentől kezdve minden eszköz marad. Tehát szemléleti kérdés. Az eredeti kérdés úgy szólt, hogy mit kell tanítani.
Hát erre csúnya válasz az, ami benne van a tananyagban, a tanmenetben, a tantervben, az akkreditált tananyagban, és ez egyszerre szerencsére inkább meglehetősen probléma, hiszen a felsőoktatás talán még a többi oktatási típustól is nehezebben mozdul, mert az akkreditációs folyamaton még valamiig megy az idő. És hát ha belegondolunk mondjuk egy informatikus képzésbe, ahol egy akkreditációs tananyagot kell tanítani évről évre, és az egyetemeknek meg van kötve egyébként a keze a felsőoktatási intézményeknek, hogy mit taníthatnak és mennyit változtathatnak rajta. Úgyhogy ez egy óriási probléma, sokkal mobilisabbá kellene, hogy tegyük ezt az egészet, hogy a friss anyagokat bevigyük. Mondjuk egy e-learninges tananyag például ilyen szempontból sokkal könnyebben frissíthető és sokkal nagyobb kiútat jelenthet, de ez per pillanat szerintem egy gond. Egyébként csak annyi még, hogy olyan készségeket, képességeket kellene tanítani a tanulóinknak érdekes módon, ami mondjuk IKT-n túlmutat, mert például talán a IKT-tól függetlenül létező az információnak a, hát nagyon sok jelzőt hozzátehetnénk, de az információ szelektálás, hogyha megtanítjuk, és jól megtanítjuk, például az már egy elég jelentős lépés, függetlenül a szaktól. Én a Lőrincnek arra mondására szeretnék reagálni, hogy a basic programozásnak a tanítása mennyire hasznos vagy haszontalan. Ezt szerintem elég nehéz megítélni, mert hát lehet azt mondani, hogy persze már elavult maga a nyelv, és hát senki nem használja, de ugye lehet azt is mondani, hogy azok a dolgok, azok a technikák, azok a logikák, amelyeket ennek a nyelvnek a megtanulása kapcsán ugye megtanultak a tanulók, azért az használható lesz majd később ilyen-olyan feladatokban. Most az, hogy mi használható, mi nem később az életben, van egy kedvenc példám, itt most látom a laptopon az Apple logót, és Steve Jobsnak volt a Stanford Egyetem végzősei előtt tartott előadása, valamikor 86-ban talán, ahol elmondta, hogy ő hát ebben a pillanatban van legközelebb az egyetemhez, vagy az egyetemi végzéshez, mert hogy ő összesen egy évet járt valamilyen egyetemen, ahol egyébként volt egy olyan kurzus, amit még az egyetemről való kiesés után is tovább folytatott, ami azzal foglalkozott, hogy hogyan kell különféle betűtípusokat szépen rajzolni, ez ilyen kaligrafikus ismeretek. És a később, amikor az Apple ugye megcsinálta az első grafikus felhasználói felületű hát operációs rendszerét, illetve számítógépét, akkor pont ez volt az a plusz, amit hozzátett a korábbi, illetve a konkurens termékekhez képest, hogy ezek a szép betűtípusok és ez a grafikai megjelenés, úgyhogy nem igazán lehet tudni, hogy mikor tudunk hasznosítani az életben. Én azt gondolom, hogy ami fontos az az, hogy mindig képesek legyünk arra, hogy újat tanuljunk az élethosszig tartó tanulás. Köszönöm szépen. A nézők közül közben a mobiltelefonomra érkezett kérdés. Nem tudom, hogy fel akarják-e még tenni, vagy ha nem, akkor választok közül-e. A legérdekesebb kérdés, ami eljött, az edutainment témája, tehát a játékosítás az oktatásnak IKT-s eszközökkel. Ebben látnak-e lehetőséget, jó iránynak tartják-e? Egyszerűen záró gondolatként egy véleményt kérnék erről, hogy hogyan lehet ezt felhasználni. És... Az utolsó órámat éppen úgy tartottam, hogy földobtam a hallgatóknak, hogy mi lenne, ha az ismert kvízműsorok logikája mentén próbálnánk most gyorsan még jó pontokat szerezni a fél év végére azoknál, akiknél ez illendő lenne. Kivirultak egyes személyiségek, mások viszont bezárkoztak. De azért többen virultak ki. Tehát működik. Zárszóként gondolatfolyamban a konkrét kérdésre a válasz igen. Szerintem ez egy út, ez egy metódus, amit használni kell. Van olyan gyerek nyilvánvaló, akinek ez könnyebb, egy introvertáltabb gyerekből talán többet ki lehet így ezzel hozni. Nyilván, és vannak olyanok, akiknek ez esetében ez nem működik, függ az iskolatípustól, függ a magától, a tananyagtól. Másfél óra, vagy majdnem két óra beszélgetés után azért csak eljutottunk oda, amit a görögök már egy 3000 éve megállapítottak az oktatás terén, hogy alapvetően gondolkodni kell megtanítani azt a gyerkőcöt, vagy a felnőttet a továbbképzésben. Tehát, hogy a gondolkodási alapokat kell neki adni.
nem azért tanulunk kémiát, mert annyira szeretjük mindannyian a kémiát, hanem a kémia ugye nagyon jól megmozgatja a neuronokat. Tehát, hogy egy olyan fajta kimutatták, hogy az emlékező tehetségben, a memória fejlesztésben nagyon jó. Ugye nehéz tantárgy, nagyon a periódusos rendszer tudni kell, nagyon jót tesz az emberi gondolkodásnak. Ha fetten gondolkodni kell őket megtanulítani, és ugye hát nekem a szakképzésről itt még lehetne minimum másfél órát beszélni, mert az szerintem még egy külön érdekes kérdés, hogy az informatikát ott hogyan lehet hasznosítani, de azt hiszem egy év múlva fogjuk megtenni. Köszönöm szépen. Tehát, hogy a játék szerepe az oktatásban. Én azt gondolom, hogy minden ember szeret játszani. Persze eltérő, hogy ki milyen típusú játékokat szeret, ügyességi, gondolkodtató, logikai, stb. De én azt gondolom, hogy az mindenképpen fontos, hogyha az oktatás közben ezeket a játékos elemeket használjuk. Nyilván jobban leköthető a diákoknak a figyelme. Nyilván föl tudjuk használni például, hogyha egymással is versenyeznek játék során, még ez egy plusz motivációt jelent számukra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy fontos eszköz. Játékosság, versengés interaktív formában tud megvalósulni. Tehát egymással együttműködésben, akár egy egyetemi környezetben, egy szeminárium formájában, akár egy tanórán, egy általános iskolában. Ehhez pedig az kell, hogy pedagógiailag legyünk arra felkészülve, vagy legyenek a pedagógusok arra felkészülve, felkészítve, és ebben támogatva, hogy ezt meg tudják valósítani. És azt mondom, hogy meg ezt is akartam, hogy játszani, versenyezni mindenki szeret, és ezt fel lehet jól használni. De egyenlő versenyhelyzetet kell teremteni, mert csak akkor fognak versenyezni. Én tanítom a szavazórendszer használatát is a tanároknak, a leendő tanároknak, és döbbenetes élmény, ami évről évre megismétlődik, hogy be lehet úgy állítani az egyik szavazórendszert, hogy egy autóverseny mutat, mindenkinek egy gépkocsit hozzárendel, ami ugyanúgy néz ki, csak a száma más, legfeljebb a színe, de gyakorlatilag ugye a teljesítménye is, tehát a helyzet ugyanaz, és attól függően, hogy milyen gyorsan válaszol valaki, attól függően kerül előrébb a versenypályán. Amíg mutatom azt, hogy kell ezt az eszközt használni, addig nyomogatják a gombokat és nézegetik, amikor átváltunk erre a játékra, kimutathatóan és hallható az, hogy oda koncentrálnak, hogy figyelnek oda, és hogy kattintanak egyből, hogy ők legyenek az elsők. Úgyhogy egészen biztosan játékot fel lehet használni. Mindenképpen az edutainment híve vagyok, de úgy, hogy ne feltétlenül én találjam ki a verseny feltételeit, hanem a hallgatókkal együtt, mert ahogy itt már elhangzott, van, aki megnyílik versenyhelyzetben, van, aki meg bezárkózik. Tehát alternatívákat kell teremteni, és nem feltétlenül a tanárnak, hanem akár a csoportnak is. Köszönöm szépen. Most a közösséghez fordulok, hogy akinek nem volt módja küldeni üzenetet, van-e bárkinek bármilyen jellegű kérdése? Hogyha nincs, akkor köszönöm a meghívottaknak, hogy eljöttek. Köszönöm. És a nézőknek, hogy végig hallgattak minket. Köszönjük, viszontlátásra!